Szeretettel köszöntök mindenkit a Csurka István által meghirdetett nemzetépítő állam jegyében az egykori kultikus Miép irodában, az egykori Horthy Miklós, ma Bartók Béla út 96 szám alatt, a 11. kerületben. Csurka István sajtótájékoztatóinak és az országos elnökség üléseinek egykori helyszínén, ami ma országgyűlési képviselői irodám, illetve a Mi Hazánk központi helyisége, de újra Miép zászló lobog a homlokzaton, hiszen egy napi politikától mentes emléktalálkozóra jöttünk össze értékelni, elemezni és persze a lángot továbbvinni. Rendkívül sokan jöttünk össze, úgy látom, hogy nem is fértek be az irodába, a legutóbbi érkezők már csak az iroda előtt ti kihangosítást élvezhetik, mert azért gondoltunk erre is a visszajelzések alapján, úgyhogy egy kicsit a hősök terei hangulatot, a hősök terei nagygyűlések tömegeit is idézzük fel a mai napon. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki eljött ma erre a rendezvényre. Épp 10 évvel ezelőtt a karácsonyi, hasonlóan adventi időszakban szerveztem először Miép emléktalálkozót, és ma is szintén a karácsonyi időszak utolsó napja van, egyben vízkereszt, ugyebár, és egyben a Szent Korona hazatérésének évfordulója. És gyertyát gyújtottunk azok emlékére, azon miépes prominensek emlékére, akik az elmúlt években, évtizedekben távoztak az élők sorából. Meg fogunk emlékezni róluk is, név szerint is, a lángot pedig tovább visszük. Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki emberi nagyságáról tanúbizonyságot téve félre tudta tenni korábbi sérelmeit, és azt gondolom, hogy meg is könnyítette persze azt a helyzetet, azt, hogy a miépes időkben történt csalódások után azok eltörpülnek a Jobbik köpönyek forgatásai után. Hát sírjunk vagy nevessünk, ez itt a kérdés, én azt gondolom, hogy inkább nevessünk. Fölidézhetjük akár a Kisgazdapártnak azt a legendáját is, hogy amikor az országos elnökség üléséről valaki kiment a mosdóba, mire visszaért, már ki is zárták a pártból. No hát azt gondolom, hogy ma már a kisgazdák is mégis jó szívvel tudnak visszagondolni azokra az időkre, amikor érték alapú politizálás folyt még Magyarországon, hiszen egy egyre inkább elelftelenedő politika van ma Magyarországon. Egy elképesztő kuriózumnak is tekinthetjük, hogy ma itt egy asztalhoz ült a történelem jegyében a rendszerváltás utáni nemzeti radikalizmus 3 pártjának a Miép, a Jobbik és a Mi Hazánk alapító elnöke, akiket köszöntök is. Elsőként kronológiai és történelmi sorrendben Horváth Lajos urat, a Miép alapító tagját, mint elnökét, ügyvezető elnökét, hiszen 1993 és 94 között frakcióvezetője és alapító elnöke, később Csurka Istvánnal együtt társelnöke volt a Miépnek. Később 2003 óta a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa, illetve a hadisírgondozó iroda vezetője is lett. Szintén nagy tisztelettel köszöntöm a Jobbik első alapító elnökét, dr. Kovács Dávidot. Mondhatom talán, hogy a Jobbik történetének legtehetségesebb elnöke, bár ez már nem lexikális, inkább egy szubjektív érzés a magam részéről, de a lexikális dolgokhoz hozzátartozik, hogy immár 3 gyermekes apa ő. Itt az egyik, a Miép egyik prominense, gratulált is nekem, hogy Kovács Dávidot 15-20 év után elő tudtam csalogatni a barlangjából, ő így fogalmazott. Hát ő nem is annyira barlangban, mint inkább könyvtárakban szokott bujkálni. Nem változott ez azóta sem, bár régen is így volt. Emlékszem egyszer, még a régi időkben büszkén mondtam neki, hogy Dávid, el tudtam intézni, hogy a vasárnapi újságba mehetsz szerepelni és nyilatkozni, és mondta, jaj, nem már előtt, hát épp a könyvtárba készültem aznap. Pedig hát tudjuk, hogy a vasárnapi újság volt a leghallgatottabb, legendás nemzeti rádió műsor, egy igazi nemzeti radikális fészek is volt tulajdonképpen. Hát nem változott ez azóta sem. Kovács Dávid a Károli Gáspár Református Egyetem docense lett, doktor Kovács Dávid. Egyébként Szabó Dezső életművéről készítette doktori disszertációját. Fő kutatási területe a két világháború közötti magyar eszmetörténet, kiemelten a nemzeti identitás.
És köszöntöm azt, akit a maiaknak talán a legkevésbé kell bemutatni, hiszen a legismertebb manapság talán a Mi Hazánk Mozgalom alapító elnökét, Torockai Lászlót. De most, mint egykori MIÉP-est természetesen, hiszen mindhárman a MIÉP képviselő jelöltjei, politikusai, valaki a MIÉP országgyűlési képviselője, sőt frakcióvezetője is volt, ahogy említettem, mindhárman a MIÉP politikusai. Én is nagyon örülök, és nagy élmény személyesen is, hogy tulajdonképpen mindhárom párt parlamenti jutásában részt vehettem, és nagyon remélem, hogy azért a történelem nem hoz megint olyan fordulatokat, hogy ismét a nulláról előről kelljen kezdeni. Hadd köszöntsem itt ezt meghaladóan azokat a személyeket, akik már jelezték előre a részvételüket a MIÉP egykori prominensei közül, immár most ABC sorrendre korlátozva. Árendás Mónikát köszöntöm, a MIÉP első kerületi önkormányzati képviselője volt, ha jól emlékszem, és hát azóta is számos-számos rendezvényen, közéletben lehet őt látni. Bakos Batu, aki a MIÉP szintén egykori prominense, ma jelezte néhány órája, hogy egészségügyi okok miatt nem tud itt lenni, de liturgikus ceremóniákon, nemzeti ünnepségeken sok helyen lehet vele találkozni. Dr. Bánovics Tamás, a 2002-es országgyűlési választás második legjobb MIÉP-es eredményét érte, 9,6%-kal, a nemzeti radikalizmus egyik nagy büszkesége, és később fővárosi önkormányzati képviselője is volt. Dr. Bognár Lászlót is szeretettel köszöntöm. Talán nem kell bemutatni, hiszen az egyik legismertebb MIÉP-es politikus, de annyit hadd áruljak el róla, hogy a 93-ban 12 fős, majd 98-ban 14 fős MIÉP frakciónak összesen 4 közös képviselője volt, ebből ugye bár ketten elhunytak, Csurka István és Bogdán Emil, de tulajdonképpen ma minden élő képviselő, aki mindkét frakciónak tagja volt, itt van velünk, hiszen Bognár László az egyik, és aki még nem hunyt el, és itt van közöttünk Szabó Lukács, akit most akkor ugye a névsorból is tol, egy kicsit eltérően, de szintén nagy tisztelettel köszöntök Hajdubagos polgármesterét is, és sok sikert kívánok az ottani polgármesteri munkájához, de jó szívvel gondolunk a MIÉP-es évekre is természetesen. Ma Bognár László a Mi Hazánk nyugdíjas kabinetének vezetője, nagy visszatérő, de most természetesen a MIÉP-es minőségében, alelnöki és országgyűlési képviselői minőségében van itt. Nem tudom, hogy Csat Magdolna megérkezette már, mert ő is jelezte, hogy igyekszik. Itt van? Itt volt, épp el kellett mennie, professzorasszonynak is sűrű napjai vannak. Nemrég volt egyébként ebben a régi kultikus irodában a Fekete István Szabad Egyetem előadójaként, és hát volt ő itt korábban is, hiszen 11. kerületi képviselőjelöltünk, büszkeségünk volt ő is a MIÉP-es időkben. Doncsers György viszont itt van velünk természetesen, semmit sem változott, semmit sem öregedett, szíve a helyén, a fővárosi közgyűlés MIÉP-es képviselője, igazi vérbeli nemzeti radikális. Dörner György, nem tudom, hogy megérkezette már, ő is jelezte, hogy feltétlenül szeretne itt lenni, de az új színház igazgatójának mindig lehetnek rendkívüli feladatai. Ő sem a békés, nyugodt nyugdíjas éveit élvezi jelenleg, úgyhogy reméljük, hogy ő is be fog még futni, hiszen visszajelzett, hogy mindenképp szeretne itt lenni. Esze Tamás viszont itt látom, szeretettel köszöntöm a budafoki MIÉP elnökét, köszönhetjük. Állítólag nem azonos a puruc.info azonos nevű szerkesztőjével, de ez bizonygassa majd a bíróságon, nem tudjuk. Minden esetre jelezte részvételi szándékát Farkas Lajos, a MIÉP volt Zala megyei elnöke, 2006 és 2014 között pedig polgármestere is volt Zalaszánton. Nemrég jelezte, hogy viszont mégsem tud a munkahelyi elfoglaltsága miatt ma itt megjelenni. Viszont remélem, hogy itt van körünkben dr. Fekete Gyula. Dr. Fekete Gyulát nagy-nagy tisztelettel köszönöm. Szerényen megbújt itt az utolsó sorban. Köszönjük szépen a munkásságot, és remélem a hozzászólók között is köszönhetjük majd itt akár az első sorban. De még a köszöntéseknél maradva dr. Fenyvesi Zoltán, aki szintén az egyik legismertebb MIÉP-es politikus, és nem csak országgyűlési képviselő és alelnök volt, hanem Csurka István után azt a nagyon nehéz feladatot vállalta, hogy átvegye az örökséget, és a MIÉP elnöke is volt a Csurka Istvánt követő rendkívül nehéz időszakban.
te természetesen lehetett vele találkozni az elmúlt években, azért, aki jobban figyelt, én Horthy Miklós emlékfelvonuláson és másodt is láttam azért, és üdvözölhettem, úgyhogy nagyon örülök, hogy ma ismét eljött ide hozzánk az irodába, aminek tulajdonképpen házigazdája is volt, hiszen 11. kerületi elnöke volt a MIÉB-nek. Szeretettel köszöntöm Franka Tibort is, hogyha megérkezett már, a Pannon Rádió, a Magyar Fórum munkatársát, rendkívül sokoldalú média személyiséget, Kerepes polgármestere is volt több cikluson keresztül, de ő is jelezte, hogy egy közeli hozzátartozó egészségügyi problémája miatt nem biztos, hogy időben ide fog tudni érni, vagy lehet, hogy nem is tud megérkezni. Mindenesetre ő is jelezte részvételi szándékát. Aztán Gazdag István megérkezette, újságíró. Végül nem tud jönni. Gyé Balogh-Kéza Péter, aki a MIÉB később időszakában, vagy mégis megérkezett? Gazdag István? Nem, nem tudott megérkezni, viszont Gyé Balogh-Kéza Péter sem tudott végül eljönni, aki viszont jelezte a MIÉB később időszakának egyik alelnökeként, hogy üdvözli a megjelenteket. Hegedűs Lóránt, a MIÉB egykori szintén prominens országgyűlési képviselője hamarosan meg fog érkezni a szabadságtéri református templomban, talán épp a Szent Korona hazatérésének ünnepségének házigazdájaként csak később tudott elindulni, de itt lesz közöttünk is, egy széket fenntartottunk neki az első sorban. Hering József megérkezette, akit viszont mindenképpen szeretnék méltatni az egykori Magyar Fórum újságírójaként. Nehéz elképzelni ma már, hogy 50 ezer példányban jelent meg talán a Magyar Fórum emlékeim szerint a régi legendás időkben, és annak volt egy prominens újságírója, ma a legolvasottabb jobboldali hírportál, a kuruc.info munkatársa, és többek közt azt köszönhetjük neki, hogy leleplezte a Simon Peres izraeli államelnök elszólását, miszerint felvásárolják ugyebár Magyarországot. Azt gondolom, hogy a nemzeti radikalizmus néhány küldetésében meghatározó szerepe volt azoknak az újságíróknak is, akik ezeket az ügyeket feltárták. Köszöntöm Imre Ivánt is, a Müncheni Magyar Útkörök vezetőjét, aki ott a leghátsó, leges-leghátsó sorokból integet most ide nekünk. Köszönjük, hogy most is ebből a távolságból, régen még nagyobb távolságból szervezte a magyar ellenállást, sőt, a MIÉB helyi szervezetét is megalakította ott annól, és hazaköltözött, nyugdíjas éveire Fonyódon aktivizálta magát a nemzeti oldalon, úgyhogy nagyon köszönöm neki. Merényi Sándort is, mintha láttam volna, és bizony itt van, szeretettel köszöntöm, aki a 11. kerületi MIÉB alelnöke volt, illetve ő volt az, aki engem egyébként behozott a párt politikába, hiszen én először a Magyar Ifjúsági Nemzetébresztő Körben egy ilyen gimnáziumi önképző kört szervezve a jobboldali pártok vezetőit hívtuk meg. Fenyvesi Zoltán és Merényi Sándor képviselte akkor a MIÉB-et, és hát akkor ők voltak azok, akik pártpolitikába vonzottak, úgyhogy egyik mentorom is maradt sok ideig, sok éven keresztül, Merényi Sándor is, és Fenyvesi Zoltán is, talán mondhatom ezt, úgyhogy nekik különösen hálás vagyok ezért. Miként dr. Mestyenek Ödönnek is, az ABC sorrendnél maradva, 11. kerületi alpolgármestere volt a Magyar Igazság és Élet pártjának, és ő is sokat mentorkodott, úgyhogy neki személyesen is külön hálás vagyok azért is, hogy ma eljött ide. Metes György, a 16. kerületi MIÉB alapszervezet egykori elnöke, szakszervezeti vezető is volt, sőt, ha emlékszünk, még a MIÉB-es időkben Perbe fogott ébresztő című lapnak volt a főszerkesztője, hogy itt fölidézzük még az egykori kalandokat, sőt, hát a MIÉB késői nehéz időszakában a 2002-t követő lejtmenetbe a Magyar Igazság és Élet reform tömörülés, tehát egyfajta platformnak, a miértnek a szóvivőjeként próbálta megmenteni a pártot. Sokan sokféleképpen próbálták, azt gondolom, hogy az idővel mindenki jó szándékát is tiszteletben tartva fejet hajtatunk azok előtt, akik megpróbálták menteni a menthetőt. És itt van Miklós Árpád, egy régi-régi motoros, a 93-94-es MIÉB frakció tagja, a MIÉB egykori országgyűlési képviselője tehát, és hát volt utána a Jobbik prominense. Arra emlékszem, hogy őt, amikor hívtuk, mindig újabb és újabb párban, mindig ő volt az utolsó, aki elhagyta a süllyedőhajót, nagyon nehéz volt, úgyhogy szerintem ne adja Isten, hogy a Mi Hazánk mozgalomnál is ez legyen, de ő lesz az utolsó, ő lesz az utolsó. Rendkívül kitartó és tiszteletre méltó, a külhoni magyarsággal is nagyon sokat foglalkozó honfitársunk, úgyhogy nagyon örülök, hogy Miklós Árpád is elfogadta ma a meghívásunkat. És nyugdíjas fizika tanárként is dolgozik még. Nem sokan vannak az országban, akik ezt a szakmát művelik, úgyhogy nem csodálom, hogy nem engedik nyugdíjba az iskolában.
Szabó Lukácsot már köszöntöttem, de itt az ABC sorrend megkívánja, hogy ismét fejet hajtsak egykori munkássága előtt, illetve Tóth Béla is megérkezett, ami épp mondhatjuk, hogy utolsó önkormányzati képviselője. Szeretettel köszöntünk. 33%-ot ért el a mi épp színeiben a legutóbbi önkormányzati választáson. Ha szabad kérnem, 44%-ot kérünk idén a választáson. Reméljük ismét indulsz, és sok sikert kívánunk. Illetve itt van közöttünk Tóth Máté, energiajogász, is szeretettel köszöntöm. A mi épp ifjúsági tagozat egykori szóvivője, a mi épp ifjúsági tagozat egykori alelnöke, úgyhogy nagyon örülök, hogy eljött. Én magam a mi épp ifjúsági tagozat elnökeként is, kollégámként tiszteltem, illetve azóta is tisztelem szakmai munkásságát, amit mostanában kifejt, és a médiában is lehet vele találkozni. Illetve mai meglepetés vendégünk Vasvári Erika is, aki a Magyar Fórum, illetve hát a Havi Magyar Fórum szerkesztője, főszerkesztője, tulajdonképpen társszerkesztője volt, és Szőcs Zoltán mellett nagyon szépen köszönjük a munkát, és köszönöm azokat a relikviákat, amiket ígért, és reméljük bemutat nekünk. A hátsó helyiségben helyeztük ki azokat, amiket ma meg lehet tekinteni egyfajta muzeális jelleggel is. Viszont ígértem, hogy megemlékezünk itt az ABC sorrendet követően az elhunyt személyekről, akár csak a nevük felidézésével, hiszen sajnos sokan vannak, akik távoztak közülünk, illetve a mi prominensei közül. Csurka István természetesen az első, akinek a nevét kell említsem, de még a frakciónál maradva Gidai Erzsébet, Rozgonyi Ernő, Bogdán Emil, Erkel Tibor, Kapronci Mihály, Dénes János, ugye ő már a 93-94-es frakciónak az 56-os prominense volt, akár csak Réti Miklós, akit sokan már inkább kisgazda politikusként 2002 és 2005 között volt az FKGP elnöke, de ugyanúgy nemzeti radikális politikusként. Illetve távozott közülünk nem is olyan régen, ami épp utolsó elnöke, hiszen a bíróság számolta fel ugye néhány éve a Magyar Igazság és Életpártját, de az utolsó elnöke Nagy Tibor volt, aki szintén egy nagyon kemény feladatot vállalt, és sokunk tiszteletét vívta ki, épp néhány hete halt meg, ezért nem lehet itt. Még meghívtam e-mailben, már nem tudott rá válaszolni. Grespik László nevét is feltétlenül meg szeretném említeni, hiszen talán a pártnak nem volt tisztségviselője, de talán a nemzeti radikalizmus általa volt egyedül kormányon az elmúlt fél évszázadban, hiszen a Fővárosi Közigazgatási Hivatal vezetője volt, nem is akármilyen vezetője, hiszen ha már említettük a Simon Pereszi elszólást, Magyarország felvásárlását, ő a Fővárosi Közigazgatási Hivatal vezetőjeként korlátozta az idegenek, a külföldiek ingatlan vásárlását. Nem is csoda, hogy sajnos leváltották őt az első Orbán kormány idején. Én viszont gratuláltam neki még akkor a mi épp 11. kerületi ifjúsági tagozatának elnökeként, már akkor főispánnak szólítva őt. Ezt sajnos nem érhette meg, hogy ő hivatalosan is főispán lehessen, de azt gondolom, hogy annak a szellemében tevékenykedett és illő fejet hajtanak az ő emléke előtt is. Zsinka László, fővárosi frakcióvezető sem lehet ma már itt közöttünk, miként épp az elmúlt hetekben hunyt el életének 81. évében Marsi Péter Pál, mérnök, a mi épp alapító tagja, aki 1994-től 2006-ig a fővárosi közgyűlés mi éppes tagja volt. És végül, de nem utolsó sorban, éppen ma van a temetése Herman Sándornak, kislángi önkormányzati képviselőknek. 2019-ben került be a kislángi Fejér megyei képviselőtestületbe a Mi Hazánk FKGP miép színeiben. És meg kell végül említenem, akik szintén talán lehet, hogy pártagok sem voltak, semmiképp sem tisztségviselők, de mégis prominensei voltak a nemzeti radikalizmusnak, Csurka László előadó művészt, Szentmihályi Szabó Pétert, akinek kultikus kiskátéja a költeményei mellett, kortárs költőként én még az érettségére is a Térdre Magyar című versével készültem, illetve Szőcs Zoltán, a Havi Magyar Fórum főszerkesztője, aki szintén távozott közülünk. Kérem ezért, hogy egy rövid néma felállással emlékezzünk rájuk. Köszönöm szépen. Ahogy említettem, remélhetőleg vannak még köztünk meglepetés vendégek, akik természetesen szót is kaphatnak, mindenki szót kap ma a mai nap folyamán, illetve több kérdés volt már, hogy kiket hívtunk, kiket nem hívtunk,
hol van például Balczó Zoltán, és ott, ha már az elhunytakról megemlékezzünk, igyekszem röviden lezárva, de mégis azt mondani, hogy a számomra politikailag halottak azok, akik még a mai napig is a Jobbik kifizető listáján lévén, a mai napig is inkább a baloldalt erősítik a nemzeti radikalizmus helyett, így Balczó Zoltántól kezdve Szabó Gáboron keresztül Zé Kárpát Dánielig azokat a személyeket nem hívtuk, akik legalábbis számomra politikai halottat és csalódást jelentenek. Viszont emlékezzünk a nemzeti radikalizmus pozitívabb fordulataira, a 20% fölötti választási eredményt még nemzeti radikális pártként elérő Jobbik Magyarországért mozgalomra például, hiszen 2014-ben ide is el tudott jutni. Ma a nemzeti radikalizmus hajnalára, a mélyépes időkre való emlékezésen, a nosztalgiázáson túl értékmentéssel is foglalkozhatunk. Elsőként a név szerint meghívottakat kérem, de bizony lesz még néhány meglepetés vendég. Csurka István ugye itt tartotta a sajtó tájékoztatóit, heti egyszer. Hát a média szereplés azért, valljuk meg, nem volt az erőssége. Ugye ő, ha esett, ha fújt, itt hetente egyszer sajtótájékoztatót tartott, ha történt valami, ha nem, se sűrűbben, se ritkábban. De azért volt a tévékben is azért néhány jó fogásra, ha emlékszünk, próbálták sarokba szorítani egyszer, amikor a bankokat szitta és támadta, azt gondolom, joggal, és mondták, hogy de hát elnök úr, hát ha van egy kis megtakarított pénze, hát azért maga is a bankba viszi, nem? Na akkor azt gondolták, hogy sarokba szorítik, de hát megmondta Csurka István, hogy dehogy, hát a lovira. Szóval a Csurka István jól ismert humorával azért néha kivágta magát a médiában is, de kétségkívül inkább a hősök terén volt elemében, és ezeket a relikviákat igyekszünk felvonultatni most a nemzetépítő állam programjával együtt. Ezeket a relikviákat lehet most itt megtekinteni. Én magam is kitettem oda néhány ilyen korábbi nyomtatványt, korábbi levelezéseket, amit küldtünk ide-oda. Hát ahogy nézem, a mobilszámom nem változott több mint 20 év elteltével, az elveim sem. Azt gondolom, sokan vagyunk ezzel így, akik egykori mélyépesként ma még ide eljöttek. Úgyhogy jó szívvel gondolok ezekre az időszakokra, és nagyon örülök, hogy itt van közöttünk első általam felkért felszólalónk, hadd legyek egy kicsit elfogult, és az egykori, mondhatom, mentoromat, Fenyvesi Zoltánt kérhessem föl egy felszólalásra, hiszen ő itt a MIÉP 11. kerületi szervezetének elnökeként talán a párt legnagyobb taglétszámú alapszervezetét vezette. Ma már, amikor a Facebookon aktívak az emberek, és nem a hősök terei nagy gyűlésekre járnak, nehéz elképzelni, hogy egy alapszervezetben mondjuk 150, közel 150 tag volt. Akár 70-80 fős taggyűlések voltak ebben a teremben, és én magam is az első beszédeimet itt mondtam Fenyvesi Zoltánnak köszönhetően, hiszen beszámoltam 70-80 személy előtt minden hónapban a MIÉP 11. kerületi ifjúsági tagozatának elnökeként a munkánkról. Úgyhogy azt gondolom, sokan vagyunk, akik itt kezdtük közéleti pályafutásunkat, itt ehhez kötöttünk, akár maga Kovács Dávid is például itt volt tagja a MIÉP alapszervezetének. És kiemelném még Fenyvesi Zoltánnal kapcsolatban, illetve magával a MIÉP-pel kapcsolatban is, hogy az egyik legjobb eredményt érte el, nem csak Bánovics Tamás a második legjobbat, de általában Budán voltak a MIÉP legerősebb kerületei, talán 94-ben a szavazatok felét Budán kapta, ami érdekes módon a nemzeti radikalizmus későbbi időszakában viszont a leggyengébben muzsikáló, és a mai napig a legnagyobb kihívást jelentő, ha most itt mondjuk a főpolgármester jelölt úrra tekintek, aki MIÉP-es kitűzőt visel szintén a hajtókáján, és ő is a MIÉP-es időkből és a 12. kerületből való, ő is hevesen bólogat, hiszen érdekes módon, bár a Mi Hazánk mozgalom szimpatizánsai, szavazói között van a legtöbb diplomás a medián legfrissebb kimutatása szerint, mégis valahogy a MIÉP-nek az értelmiségi tábora legendás volt, és érdekes módon a budai, belbudai körzetekben kapta a legjobb eredményeket. Maga Bánovics Tamás is, ha jól tudom, az első kerület jelöltjeként, első-második közös jelöltjeként, amik ma a legnehezebbek, és az elmúlt évtizedekben is talán a legnehezebbek voltak. Hát ilyen ma már nehéznek számító közegben hozott létre
a MIÉP történetében egy 150 fős alapszervezetet Fenyvesi Zoltán. Igyekeztünk ezt az ászlót tovább minni, egy kicsit a történelem szempontjából pikáns, hogy a Jobbik első alapszervezete is itt a 11. kerületben alakult meg, a Bartók Béla úton, illetve a Mi Hazánk Mozgalom első alapszervezete is itt a 11. kerületben alakult meg, és ma is önkormányzati képviselőnk van Szecsődi Patrik személyében, akit szintén köszöntök. Akkor most már mondhatnám, mint Fenyvesi Zoltán utódját itt a nemzeti radikalizmust illetően, hiszen nagy lokálpatrióta volt Fenyvesi Zoltán, és nem csak helyi országgyűlési képviselő jelöltként, de helyi önkormányzati képviselő is volt. Illő hát, hogy most már tényleg átadjam neki a szót, de egy utolsó csurka idézettel hadd zárjam, amit épp tőle kaptam, Fenyvesi Zoltántól, hiszen ma, amikor keressük a közös nevezőt is akár, akkor azt gondolom, hogy a nemzeti önrendelkezés markánsabb képviselőjéért sokan kiáltanak, illetve az Európai Uniónak a magyar kormányzati kommunikációt messze meghaladó kritikájának képviseletéért is, és hát főként a hitelességre, a következetességre, például nem asszisztálva Ukrajna EU felvételéhez, és bizony az Európai Unióval kapcsolatban Csurka István 2003-ban így fogalmazott, még a tagság előtt. Az EU csatlakozás egy újabb, az előzőnél is rosszabb, végzetes rendszerváltás, amelyben most már minden nemzeti törekvést, megújulást, rendteremtést a brüsszeli szabályokkal folytanak el. Ez az új uralom rosszabb és aljasabb lesz, mint a szovjet uralom, mert ez a demokrácia köntösében jelenik meg. A magyarságot az elnyelés veszélye fenyegeti. A nyakunkon élősködő balliberális elitünk, a sorsunk iránt közömbös, a privatizációból meggazdagodott, idegen zsoldban álló réteg élve akarja eltemettetni a magyarságot egy uniós sírhant alá. Fogalmazott Csurka István 2003-ban. És akkor most, ahogy említettem, Fenyvesi Zoltánné a szó, és szeretettel köszöntöm Hegedűs Lórántot is, ahogy említettem, befutott a neki feltartott első soros helyre. Köszönöm szépen, nagy tisztelettel üdvözlök mindenkit. Először is boldog új évet kívánok mindannyiuknak, mindannyiunknak. Másodszorban pedig szeretném megköszönni Novák elődnek a meghívást és ezt a szervezést, mert nem akármilyen szervezés van emögött azért, azt lássuk be. Ígérem, rövid leszek, előd annyi mindent elmondott, hogy előtte a puskaporom nagy részét, de egyáltalán nem baj, nem fogom megismételni. Azt azért megmondom őszintén, hogy nagy öröm így körülnézni, sok ismerőst és remélhetően sok barátot is üdvözölhetek itt egyúttal. Hosszú évek után, annak idején 18 évig voltam ennek az irodának a gazdája. Utána 12 évig nem tettem be ide a lábamat. Tehát el lehet gondolni, hogy utána milyen érzésekkel. Mondhatom azt is, hogy egy kis izgalom, egy kis szívdobogással jöttem, és nagyon jó érzéssel vagyok most itt. Viszont a bemutatásoknál én még egy személyt szívesen bemutatnék, azt, aki a 11. kerületi MIÉP megalakulásában döntő szerepet játszott, mert ő lakásán alakult meg, Pruszynszky Fruzsina lakásán. Akkor 7 fővel alakult meg a helyi MIÉP szervezet, és ebből lett az a csúcs idejében 155 fős tagság. Majdnem ilyen létszám előtt tartottuk a taggyűléseinket. És őszintén szólva, nagyon szívemhez nőtt ez az iroda is, nem csak a MIÉP, hanem a helyiség is. És nem csak azért, mert az ablakai előtt, amin most nem lehet kilátni, de akkor, amikor itt voltam, még lehetett, az ablakai előtt Nagybányai Horthy Miklós vonult el, hogy a vörös rongyokba öltözött Budapestet gatyába rázza. Mondhatjuk azt is, hogy talán nem véletlen, hogy a nemzeti radikalizmus irodája ezen az úton jött létre, vagy ez volt a központja, és hogy Csurka István is itt tartotta elnökségüléseit, sajtótájékoztatóit, és hát nagyon sok fontos esemény indult el innen. Én remélem, hogy ami innen elindult, azt tovább viszik azok, akik az iroda mai gazdái,
Viszont ha már Csurka is, és üdvözlettel Dörner, üdvözlöm Dörner Györgyöt is. Mert... Szevasz, szevasz. Olyan vagy, mit voltál. Te is. Ja. Szevasz. Sziasztok. Szevasz. És lassan be is fejezem, úgyhogy ha már szóba került Csurka Istvántól ez az idézet, akkor úgy gondolom, hogy az a méltó Csurka Istvánhoz, az ő szellemiségéhez, egyébként jövő hónapban lesz halálának az évfordulója, február 4-én, hogyha egy fiatal generáció átveszi azt az zászlót, amit annak idején mi, ma már kevésbé fiatalok, mondhatjuk szépkorúak, annak idején vittünk, hittünk benne, és tudom, hogy jelen vannak többen olyanok, akiknek Csurka Istvánnal voltak személyes konfliktusai. Én is vitatkoztam vele. De most nem ez a lényeg, hanem az, amit ő annak idején társaival együtt, többet magával elindított, hogy az szárba szökkent, aztán a Jobbiknál kicsit kisiklott később, de most megint lehet olyan egység, olyan csapat, egy jó nagy csapat, minél nagyobb csapat, amely a Csurka Istváni akkori gondolatokat a mai helyzethez igazítva tovább viszi. Én ehhez kívánok a mi hazánknak és a mi hazánknak eredményes és boldog új évet. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm szépen Fenyvesi Zoltánnak a sok évtizedes munkásságot és a tanácsokat. Most pedig rátérve a három alapító elnökre, történelmi és kronológiai sorrendbe szólítom tehát először is Horváth Lajos urat, úgyis, mint Csurka István társelnökét. Nagyon köszönöm. De a kronológiai sorrend azt jelenti, hogy én vagyok a legöregebb közülük, sőt, itt a teremben sor tartozom a sereghajtók közé, elég szép kort megéltem már, de még remélem, hogy fogok és sok győzelmet is látok. Tehát egyelőre most nem úgy áll az ászló, de a mi dolgunk, a ti dolgotok, hogy ez úgy álljon. Most a fiatalokon van a sor, hogyha csak csináljátok, szolgáljátok a hazátokat, ne felejtsetek el, soha Istenhez is hűnek lenni, és a hazához is hűnek lenni. Szeretni embertársunkat, de megmondani neki, amit meg kell mondani, és megharcolni, amit meg kell harcolni. Ezzel az üzenettel jöttem én el hozzátok. Nagyon sietek sajnos egy egészségügyi ok miatt, viszont nem akartam ugye mai napot eltölteni, hogy ne láthassalak benneteket. Nagyon sok olyan arc van itt, aki ha nem is sikerült köszönteni, vagy kezet rázni, gyuszítem már éppen bólogatsz erre. De itt vagytok mindannyian a szívem csücskébe, itt is maradtok. Legyetek erősek, bátrak, tisztességesek. Szép, boldog, gazdag új esztendőt kívánok nektek. Nagyon köszönöm a szerény szavakat, és szerencsére nem az ő egészségi állapota miatt kell távozni, hanem a segítség nyújtására lesz szükség, de azért így is köszönöm, hogy megtisztelt minket jelenlétével. Köszönjük szépen a látogatást. És a kronológiai sorrendnél maradva említeném, hogy 2006-ban Csurka István összefogott a Jobbik Magyarországért mozgalommal. A MIÉP Jobbik a harmadik út néven választási párt jött létre, úgyhogy ha előbb egy társelnököt, Csurka István egyik társelnökét, akkor most hadd köszöntsem Csurka István másik későbbi társelnökét, akár mint a MIÉP Jobbik a harmadik út társelnökét, akár mint a Jobbik Magyarországért mozgalom alapító elnökét, immár dr. Kovács Dávidot. Nagyon szépen köszönöm a szót, mindenkit szeretettel üdvözlök. Nem készültem beszéddel. Mégpedig azért nem, mert ugye előtt engem egy, így mondta, osztálytalálkozóra hívott.
És ez motivált engem elsősorban, hogy olyan emberekkel találkozhatom, akiknek nagyon-nagyon sokat köszönhetek. Nagyon megtisztelő, hogy előtt ebbe a sorba tulajdonképpen engem így ilyen helyre helyezett, és méltányolható elődnek a koncepciója, hiszen ő azt akarja kifejezni, és ez tökéletesen igaz, hogy van kontinuitás a MIÉP, a Jobbik és a Mi Hazánk között. Hát ezt előtt tulajdonképpen személyében is hülyen kifejezi, de ugyanezt el lehet mondani Torockai Lászlóról. Én emlékszem, hogy itt tartottunk valamifajta fórumot, beszélgetős, nem is tudom, estet, és meghívtuk akkor Torockai Lászlót, aki a MIÉP köréhez tartozó, tényfeltáró újságíró volt, aki Délvidékről tért meg. Tehát, hogy nagyon sok minden kapcsol ehhez a helyhez. Tehát külső szemlélőként, aki már közel 20 éve, kis túlzással 20 éve hátat fordított a politikának, azt kell mondanom, hogy ez a kontinuitás, ez legitim, ez létezik, és nem csak személyekbe kifejezhető, hanem tulajdonképpen, ha megnézzük azokat a döntő nemzetstratégiai kérdéseket, amiket egykoron a MIÉP a 90-es évek elején fölvállalt, valóban visszaköszönnek a Jobbik programjába, és értelemszerűen a Mi Hazánk programjában is. De én nem ezért jöttem el. Tehát nem azért, mert ki akartam volna fejezni ebben a, hogy is mondjam, kontinuitásban a magam helyét, vagy nem a Jobbikot akarom képviselni magyarán. Egy megmásíthatatlan történelmi tény, hogy én voltam a Jobbik alapítója. De ami miatt én eljöttem, az a Magyar Igazság és Élet pártja. Aminek ugyancsak egy, ha úgy tetszik, egyszerű tagja voltam, de, és elnézést, akkor itt személyessé válik a mondandóm, de elsősorban ezt akartam elmondani, ezért jöttem. Nem gondoltam, hogy egy fórumnak fogom ezt elmondani, azt gondoltam, hogy egy-két embernek, akik úgymond a szívemhez nagyon közel állnak, és akiknek nagyon sokat köszönhetek. Tehát én a 11. kerületnek voltam a tagja. Itt szocializálódtam, itt szívtam magamban mindazt, amit a MIÉP képvisel. És nagyon sokat köszönhetek Fenyvesi Zoltánnak támogatásáért, gondolatokért, Merényi Sándornak, aki ugyanúgy elmondhatom, ahogy előd is, hogy lehet ezt mondani, fölfedezett engem, támogatott engem, és Mesternek Ödönnek, akivel nagyon komoly és fontos beszélgetéseket folytattunk. Tulajdonképpen abban az eszmekörben, ami szívünkhöz oly közel állt, emlékszem, hogy mennyit mesélt nekem Németh Lászlóról. És ez mind a mai napig az én gondolkodásomat, sőt, nem csak gondolkodásomat, hanem amivel foglalkozom, meghatározza, hiszen történészként tulajdonképpen ez az a terület, ami nekem az otthonom, és ami hozzám oly közel áll, és amely számomra oly fontos. Tehát ezt mindenféleképpen el szerettem volna mondani, tehát én 11. kerületi tag vagyok, azt az utat a 2. kerületből, amit most megtettem, 20 év után, azt én oly sokszor megtettem, gyakorlatilag 17 éves korom óta. Én a 17 éves korom óta tartoztam a MIÉP-hez, a 11. kerületi MIÉP-hez. És elnézést, hogy most nem említek meg mindenkit, csak azokat, akiket látok, akikkel kapcsolatban ezek az emlékek előtérbe kerülnek. És pár dolgot azért hagyd mondjak a általánosságban a MIÉP-vel kapcsolatban is. Tehát, hogy mit jelentett Csurka István, mert azért Csurka István szelleme hozta létre ezt a politikai erőt. Tehát nyilván itt nagyon sok ember akarata, tevékenysége, szerepet játszott a MIÉP sikereiben, de azért tulajdonképpen egy szellemi centrum, egy szellemi középpont volt az, amely ezt a politikai pártot életre hívta. És előtt többentett rá, tegnap este elküldte nekem a Mandinerben megjelent interjút. És ugye ott beszélt arról, hogy én Szabó Dezsőről írtam a magam doktori disszertációját, monográfiáját. És tulajdonképpen rádöbbentem arra, hogy hát én elszakadtam a politikától, de hát tulajdonképpen a mai napig, amivel foglalkozom, ami az életem része, az innen jön. Nem azt mondom, hogy csak Csurka Istvántól és a MIÉP-től, amit ő képviselt, mert Csurka István, én azt gondolom, hogy
hogy abban a láncolatban tartozik bele, amelynek kezdőpontján ott van Szabó Dezső, amelyet Németh László folytatott, és az utolsó, ilyen értelemben régi kategóriák szerinti nagyformátumú képviselője, mint író ember, mint író politikus, mint író közéleti személy, Csurka István volt. És ez az a szellemi kör, amelyhez én tartoztam, ami épp összetettebb volt, különböző egyéb, ha úgy tetszik, most elnézést a kifejezésért, szubkultúrákat felölelt, emlékszem, hogy az őstörténet iránt érdeklődőknek adott ez helyet, a radikálisabb, jobboldali irányképviselői is jelen voltak, de Csurka István szerintem döntően ezt a fajta a népi mozgalomnak, mondjuk így ezt a jobboldali irányát jelenítette meg gondolataival, és ez a mai napig tulajdonképpen életem része. Az én belső késztetéseim és ez a külső impulzus, amit a MIÉP és Csurka István jelentett, szülte meg tulajdonképpen, ha úgy tetszik, vagy formált meg engem. Ezért végtelen hálával tartozom. Tehát ami vagyok, az részben Csurka Istvánnak és ennek a szellemi körnek köszönhető. Én igazából ezt szerettem volna elmondani, nem egy nagy plénumnak, hanem személyeknek, de talán nem baj, hogy ezt így elmondtam. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen. Való igaz, hogy egy osztálytalálkozóként indult. Előbb hívtam Merényi Sándort, meg Mestyenek Ödönt, mint Szabó Lukácsot, a MIÉP alelnökét, de egy kicsit kinőtte magát, olyan nagy hát igény volna rá, ahogy szokták ugye mondani. Minden esetre még egy kis relikviáknál maradva, és bár azt mondtad inkább MIÉP-ről, de hát ez MIÉP Jobbik, a harmadik útnak az egyik választási plakátja. Hát azért Gyurcsány Ferenc azért meghatározó volt mindig a MIÉP Jobbik történetében. Ma is az, csak ma már inkább ugye szövetségesének tekinthető. Minden esetre ezeket a relikviákat, amikor nézegettem, vagy hát ha bárki nézi, akkor kísérteties hasonlóságot láthat, mondjuk a MIÉP ifjúsági tagozat felvételi kérelme, és a Mi Hazánk felvételi kőrelme között, mert való igaz, hogy a nem csak jogfolytonosság, de a technikai folytonosság, tulajdonképpen ugyanazok a fájlok, amik itt vándoroltak a számítógépemen, kis módosítással, egy logó cserével, tehát ugyanazt képviseljük ugyanabban az irodában, ugyanazzal a mobilszámmal, ahogy mondtam, és való igaz, hogy ez a Szabó Dezső idézet, ami tulajdonképpen alapító, sőt, zászlóbontó gyűlésünk jelszava is volt, hogy minden magyar felelős minden magyarért. Ez talán a politikában nem kifizetődő, ha megnézzük, hogy külhorról a Fideszen kívül kikap bármennyi szavazatot. Nem nagyon lehet ott szavazatokhoz jutni, nekünk viszont mégis fontos volt ezt az alapvetést kimondani. És hát nagyon örülök, hogy Szőcs Zoltán után tulajdonképpen, hogy még szintén Kovács Dávidnak az egyik talán mentorát említsem, Szabó Dezső kapcsán, nagy Szabó Dezső szakértő volt még a Kovács Dávid előtti időkben, hogy mondjuk így, hiszen egy generációváltás eljött a tudományos életben is, a történészek között is. A szakdolgozatomban ő segített, és ezt elfelejtettem. A szakdolgozatát is ő vezette, ezt nem is tudtam. Csak tudom, hogy sokat járt hozzá is, nem csak a könyvtárba, a mai napig is. Úgyhogy ennek nagyon örülök, illetve ami itt a szellemi holdudvart illeti, a MIÉP által alapított Bocskai István Szabad Egyetem mintájára alapítottuk meg a Fekete István Szabad Egyetemet, ugye, itt az alapítók iratot lehet látni, és ennek a keretében volt már előadónk Ábrahám Barnabás, Bakai Kornél, Bogár László, dr. Borbély Zsolt Attila, Borvendég Zsuzsanna, dr. Csat Magdolna, Térer Zsolt, Drábik János, Héj Andreas, Jelenszky István, Kassai Lajos, Király Roland, mind ebben az irodában az elmúlt években, dr. Letoha Tamás, Mónus József, nyilvesszejét itt is lehet látni a Fehér Farkasnak, Pap Gábor, dr. Pap Lajos, dr. Pécsi Rita, dr. Popé Gyula, Raffai Ernő, Rozgics Mária, Situl Eszter, Simó József, Szakács Árpád, dr. Téglási Imre, Varga István, Vékony Csongor, Vukics Ferenc, Vot Imre. Szóval nagyon sokan fordultak itt meg, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt a szellemiséget, akit valaki a tudományos életben, valaki a civil életben, valaki pedig a politikában folytat. Ha már az együttműködési megállapodásokat soroltam, amit 2006-ban Csurka István kötött, akkor rátérhetünk a 2019-ben,
szintén a MIÉP által, és egyben a Mi Hazánk között kötetett együttműködési megállapodásra, egy dokumentumra, melyet az akkori elnök Nagy Tibor írta rá a MIÉP nevében, és Torockai László, hiszen a Mi Hazánk számára az első összefogás még a Kisgazdapártot is megelőzően szimbolikusan is a MIÉP-pel történt. Hadd idézzek ebből a relikviából, bár ez már frissebb relikvia, de számunkra mégis fontos iránytű maradt. Történelmi felelősségünk tudatában a nemzetépítő állam kialakítása, illetve a pártérdek helyett a magyar érdek hangsúlyosabb képviselete érdekében a Mi Hazánk Mozgalom és a Magyar Igazság és Élet pártja értékelvű együttműködési megállapodást köt a két pártelnök készfogásával és jelen dokumentum aláírásával, miután a felek egyeztették a programjukat, és hamar megtalálták a közös nevezőt. A nemzeti ellenzék szövetségkötésére szükség van, hogy harmadik út jöhessen létre az elvtelenül egyesült bal liberális tömbbel és a Sógor-Koma rendszert megvalósító kormánypárttal szemben. Se Gyurcsányt, se Orbán rendszerét nem támogatja a Mi Hazánk és a MIÉP, mely pártok megvalósítják a nemzeti összefogást a Szabó Dezsői gondolat mentén, minden magyar felelős minden magyarért. A politikailag korrekt közbeszéd és média, a társadalmi problémák szőnyeg alá söprése, a kisítő és megalkuvó politikusok helyett őszinte, tabudöntő, paradigmaváltó politikával készül a két párt a nemzetépítő államprogramja mentén. A Mi Hazánk Mozgalom 2018-ban jött létre annak érdekében, hogy az utóbbi időszakban elárult nemzeti gondolatot és radikalizmust továbbvigye, ezért szükségszerűen a gyökerekhez nyúl vissza, amikor vezetőik egy részének politikai indulását biztosító Magyar Igazság és Élet pártjával köt először együttműködési megállapodást a nemzeti összefogás jegyében. A MIÉP szellemi öröksége sokrétű, parlamenti időszaka konstruktív ellenzékiséget mutatta meg, azt megelőzően pedig a mozgalmi jelleg volt hangsúlyosabb, de mindvégig komoly értelmiségi bázissal. Többek közt ez található meg a Nemzeti Összefogás című együttműködési megállapodásban, amit a 2019-ben a MIÉP akkori elnöke és a Mi Hazánk Mozgalom alapító elnöke, következő hozzászólónk, vendégünk Torockai László írt alá itt, ebben az irodában. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és én magam is egy bajtársi baráti találkozóra jöttem, ezért elsősorban önökhöz, hozzátok szeretnék majd szólni, és sokkal inkább személyes hangvételű lesz ez a néhány perces megszólalásom, mint politikai, de azért ígérem, hogy a szép számmal megjelent sajtó munkatársai sem maradnak majd csemege nélkül. Szerintem ezt Csurka István és a MIÉP szellemisége is elvárná tőlünk. Először azonban én is szeretnék köszönteni mindenkit, akit név szerint még nem sikerült köszönteni, és akikkel együtt MIÉP-esek voltunk annak idején. És szintén szeretnék köszönteni mindenkit, aki már nem lehet itt, de a mennyországból hallgat minket, és annak idején együtt volt velünk ezen az úton, a magyar úton, a harmadik úton. Közülük személy szerint hagy említsem meg a saját édesapámat, aki már nem lehet közöttünk, de aki a szegedi MIÉP szervezet, alapszervezet elnökeként és önkormányzati képviselőjeként tevékenykedett, képviselte éveken át a MIÉP-et, és éppen ő is egy 150 fős alapszervezetet hozott létre Szegeden. Valóban más idők voltak, ugye nem volt Facebook, és akkor még tényleg összetudtunk jönni akár 100 000-en egy rendezvényen a Hősök terén. Ma már sokkal nehezebb az embereket meggyőzni arról, hogy elhagyják a virtuális valóságot, és amikor megjelent az internet, megjelent a világháló, és megjelent a közösségi média, akkor nagyon sokan a mi köreinkből azt gondoltuk, hogy fú, ez milyen jó. Mert ugye az a borzasztó média blokkád, az a cenzúra, ami mindig sújtott minket, az így majd leküzdhető lesz. Hát sokkal durvább cenzúrát hozott ez a világ, mint amiben annak idején éltünk, mert annak idején legalább a Magyar Fórummal, és akár ilyen kézről kézre terjesztett anyagokkal tudtuk az igazságot vinni. Én magam is a Magyar Fórum munkatársa voltam éveken keresztül, és hát az a helyzet, hogy ma már nagyon nehéz rávenni az embereket, a fiatalokat pedig a legnehezebb rávenni, hogy egyáltalán elolvassanak mondjuk papír alapú szövegeket. Én most mégis hoztam magammal egy idézetet,
méghozzá nem mástól, mint Csurka Istvántól. És ezt az idézetet szeretném most felolvasni, megidézve Csurka István szellemét, szellemiségét, illetve a 90-es éveket, amikor jó magam 1996-ban csatlakoztam a MIÉP-hez, akkor 18 éves voltam. Talán korábban azért nem, mert még nem is lehetett, hogy akkor lettem nagykorú. És 1997-ben már Szegeden, a Dugonics téren október 23-ára emlékezve az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezve Csurka István előtt szólalhattam fel a színpadon, ami egy nagyon emlékezetes és meghatározó élmény volt számomra, nem csak azért, mert akkor állhattam ki nagyobb tömeg elé, nagyjából 5000 ember volt Szegeden a Dugonics téren, hanem azért is, mert az el is döntötte a sorsomat az egyetemen, ugyanis kommunikációs szakra jártam abban az időben, Havas Henrik iskolájába, aki történetesen éppen arra sétált, ugye a Szegedi Egyetemhez tartozott a Budapest Média Intézet, amelynek hallgatója voltam, ami után a tanáraim behívattak itt Budapesten az egyetemen, és elmondták nekem, hogy ugye éppen 1997-et írtunk, hogy remek lehetőségek állnak előttem, mint tehetséges tanuló előtt, ugye akkor indult a kereskedelmi televíziózás éppen Magyarországon, és mind az RTL klubban, mind a TV2-ben, ugye az akkori TV2, akkor még a Fidesz nem vette meg. Szóval, hogy a TV2-ben és az RTL klubban is álláshelyeket kínáltak nekem. Egyetlen egy apróságot kértek tőlem, hogy felejtsem el a MIÉP-et, felejtsem el azt az eszmeiséget, amit a MIÉP képvisel, felejtsem el ezt a nagy magyarkodást, nem tudom, emlékeztek-e még erre, hogy 90-es években keletkezett szóra, hogy nagy magyar, meg mély magyar, felejtsem el ezt, és akkor óriási karrier lehetőségek állnak előttem, mint újságíró. És akkor az volt a válaszom az egyetemen, hogy soha nem adom fel az elveimet, nem adom fel azt az eszmeiséget, amit képviselek, és nem hagyom el a MIÉP-et, teszem hozzá, hogy a mai napig nem tudok róla, hogy engem kizártak volna, kitettek volna a MIÉP-ből, mai napig megvan a MIÉP-es kártyám, viszont azzal, hogy én 2001-ben a civil területen, ennek elsősorban az volt az oka, hogy akkor a kárpát-medencei magyarságért szerettem volna tenni, a MIÉP pedig inkább, Csurka István mondta nekem, négy szem között inkább ugye a csonka Magyarországra fókuszált, ezért indítottam el akkor a 64 vármegyei ifjúsági mozgalmat, ami egy-két év alatt egy több ezer fős fiatalokból álló szervezetté vált ugye a 2000-es évek elején, és én egyszerűen kikoptam a MIÉP-ből, tehát engem a mai napig nem zártak ki, nem volt ellenem etikai eljárás, és én ott voltam egyébként Csurka István temetésén is a hátsó sorokban személyesen, és számomra nagyon meghatározó élmények voltak, de végül is ugye az egyetemet így nem tudtam ott befejezni, Havas Henrik iskolájában, és hát maradtam ezen az úton, azóta nagyon sok idő eltelt, most leszek 46 éves, de még mindig ugyanezt az utat taposom, ezt a rögös utat, és igaz, hogy volt ennek már MIÉP neve, volt Jobbik neve, és most pedig a Mi Hazánk Mozgalom a neve, de én mindig is azt vallottam, hogy a legfontosabb az a közösség, és az a szellemiség, amely együtt van. Mindegy, hogy közben milyen nevű pártok vannak, milyen nevű szervezetek vannak, mindig ezek a pártok, ezek a szervezetek csak azért tudnak létezni, mert önök, ti és a hozzátok hasonló magyarok vannak a világon. No, tehát akkor megidézném először is Csurka István szellemét, a MIÉP egykori szellemiségét, azzal, hogy mit mondott. Ugye itt nagyon sokan tudják, a média vagy a kamera, az operatőrökön keresztül talán majd eljut olyanokhoz is, akik nem voltak velünk a 90-es években a MIÉP-ben. Lehet, hogy ők nem emlékeznek arra, hogy egy Vátesz vezette azért akkor a MIÉP-et. Most, hogyha felolvasom ezeket a sorokat, és hogy mi mit hirdettünk a 90-es években, akkor azért szerintem sok mindenkinek az erejében meghűl a vér, hiszen ehhez képest Nostradamus az semmiség. Következő Csurka István idézet, hát közben eltelt minimum, de több mint két évtized. Azt mondta, vagy azt írta, a végső cél a magyarság kipusztítása. Nem fegyverrel, nem mérges gázzal, hanem pénzügyi politikával, életlehetőségeink elvonásával, mert kell a hely másoknak. Ez a kor, amelyben élünk, 90-es évek, és különösen az, ami ránk következik a jövendő században, a népvándorlás kora. A színes bőrű, mérhetetlen szegénységben élő, de viharosan szaporodó népek keletről nyugatra, délről északra vándorolnak.
A nemzetközi nagytőke és a bankok elősegítik ezt a népvándorlást, mert ez az érdekük. És most figyeljetek nagyon, bár pártpolitizálni nem szeretnék ma, de azért ezt muszáj megemlítenem, ugyanis amikor ezt az idézetet kerestem, emlékeztem erre a Csurka idézetre, és amikor kerestük a világhálón, akkor a Fidesz által működtetett vagy támogatott 888.hu-n találtuk meg Csurka Istvántól ezt az idézetet, és amin egészen meglepődtünk Szabó Laci barátommal, akit megkértem, hogy keresse meg ezt az idézetet, akkor mondta nekem, hogy egy nagyon érdekes dolgot fedezett fel. A most következő egy mondatot kihúzták a 888.hu néhány évvel ezelőtt, amikor a fideszesek Csurka Istvánra, illetve a Miépre hivatkoztak. És az a következő mondat, amit ők kihúztak, de Csurka István eredeti szövegében szerepelt, az így szól. Az USA a NATO-n keresztül már beérkezett Európa közepébe, és most a saját igényeinek megfelelően néplerakatot akarnak csinálni Európa és Oroszország között. Ugye a váltesz? Erre, na mi nem hagyjuk ki ezt a mondatot sem. Erre pillanatnyilag sajnos Magyarország a legalkalmasabb, mert kasztja, kormányai régen elárulták. A trianoni határok között Magyarországon 20 millió ember is elfér. De belátható időn belül ebből csak 7 millió lesz a magyar, afelé tartunk ma már, és 4 millió cigány, a többi 9 pedig mindenféle vegyes, akkor Magyarország nemzetközi néplerakat lesz. Itt a Kárpát-medence közepén, nagyjából ugyanannak a nemzetközi kozmopolita rétegnek a vezetése alatt, mint ma. Nagyon keserű lesz akkor magyarnak születni. Megbélyegzettség, üldözés, megszégyenítés és a teljes magyar történelem eltagadása lesz az osztályrészünk. Nyelvünk helyén vartyogást hallhatunk. No, hát pontról pontra minden beigazolódott ebből a jóslatból, sajnos. És ezzel kapcsolatban hadd idézzek föl néhány személyes történetet. És akkor itt jön az a rész, aminek örülni fog a sajtó, aki ma itt van. Már nem a saját operatőrünkre gondolok, hanem a másik oldalra, vagy ellenséges oldalra. Ugye 97-nél tartottam, amikor közölték velem az egyetemen, hogy itt nem nagyon terem nekem babér, és végül is úgy távoztam onnan az egyetemről, hogy az utolsó, amit fejemhez vágtak, ugye remek tanáraim voltak azért csak, hogy politikailag mindenki be tudja tájolni, Havas Henrik mellett Zöldi tanár úr, aki a Népszavánál dolgozott, Farkasházi Tivadar, és többiek. És akkor én úgy távoztam az egyetemről, hogy akkor a fejemhez vágta az egyik tanárom, hogy a büdös életben nem leszek újságíró, mert ezt meg fogják akadályozni. És akkor azt mondtam, hogy még főszerkesztő is lehetek, majd csinálok magamnak újságot. Végül bejött ugye a Magyar Jelen főszerkesztője lettem, amit saját erőből iszonyatos nehezen évekig működtettünk. Ugye önöknek, nektek, sok-sok magyarnak köszönhetően, aki egyszerűen megvette az újságot. Kinkeservesen tegyük hozzá, volt, hogy nem tudtunk megjelenni, tehát nagyon nehéz anyagi körülmények között, de pont egy évtizedig, ugye 2003 és 2013 között adtuk ki főszerkesztésemmel a lapot, a Nemzeti Ellenállás lapját. És 1998-ban aztán már, akkor kereken 20 éves voltam, országgyűlési képviselő jelöltje voltam a Miépnek, és szintén egy nagyon személyes történet, ez a mai napig egy ilyen visszatérő, ilyen támadási pont, hogy én nem Torockai László névvel születtem. Ugye biztos önök, ti is találkoztatok már ezzel. Ugye van pár ilyen toposz Torockaival kapcsolatban, ugye 2006, hát ugye a legnagyobb legenda, a legnagyobb, mit csináltunk 2006-ban, de most nem akarom ezzel az időt rabolni. Viszont a névhez azért kötődik, megint a Miépnek köszönhetem azt, hogy én annak idején, amikor ugye a Magyar Fórumban elkezdtem az első cikkeimet írni, már akkor a Magyar Fórum szerkesztőségemnél, tehát maga Csurka István is mondta nekem, hogy hát Lacikám, ez borzasztóan gyakori név, ez a Tóth László. Úgy hívtak ugyanis.
És mondta, hogy hát ebben nagyon sok van, azért ugye újságíróként illik valami olyan nevet választani, ennek a nagy hagyománya van a művészi világban, újságírók között, hogy hát valamilyen nevet használják, és én 12-13 éves korom óta ezt a Torockai nevet használgattam ilyen diák íróként, verseket farigcsáltam 10 éves koromban, nyilván ezeket aztán magamat elszégyelve 20 évesen elégettem, de már akkor ugye Torockai nevet használgattam, és akkor Torockai Tóth Lászlóként jelentek meg a Magyar Fórumban az első írásaim még ugye 18 éves korom környékén. És amikor a 98-as választásokon országgyűlési képviselő jelölt voltam, ugyanabban a körzetben, ahol jelenleg is élek, ahol most is indultam Mi Hazánk színekben, ez a Csongrád, most már azóta ugye, akkor Csongrád megye kettes számú választókörzet volt, ma már Csongrád, Csanád, Vármegye kettes számú választókerületében, akkor azzal szembesültem, hogy egyrészt nem nagyon tudták a helyi miépesek sem, hogy most én ki vagyok, mert ugye a Torockai néven ismertek a Magyar Fórumból. Aztán ami a legsúlyosabb volt, az az, hogy mire kinyomtattuk a szórólapjaimat és a plakátjaimat, kiderült, hogy még egy Tóth László elindult függetlenként, aki legalább egy 1,5%-ot elvett tőlem a miépes jelöltől, és akkor az utolsó éjszakákon jártuk az egész választókerületet, körzetet, és ragaszgattuk át a plakátok elé, hogy ifjú Tóth László, hogy megkülönböztessem magam, és ez annyira bedühödtem, hogy akkor hivatalosan is fölvettem, kezdeményeztem belügyminisztériumba, és akkor így lettem Torockai hivatalosan. Ugye egyszerűen ennyi a nagy legendának az oka. Nem magyarosítottam a nevemet, hanem pont az a baj, hogy a Tóth László a harmadik leggyakoribb magyar név, szeretném jelezni. Ugye Kovács Istvánok tudják ezt, a Nagy Jánosok tudják ezt, hogy milyen így élne, amikor állandóan összekevernek valakivel, közéleti szereplőként pedig egyszerűen ez jön szembe az emberre. Ez is a miépnek köszönhető, hogy hivatalosan, személyigazolványban is, a gyerekeim is Torockaik lettek emiatt. Ha én nem vállalok a miépnél ilyen szerepet, és nem leszek, egyébként teszem hozzá, ha jól emlékszem, az ország, az akkori országgyűlési választások legfiatalabb országgyűlési képviselő jelöltje voltam, akkor ez nem így alakul, és akkor én nekem most is Tóth László nevem, és nem Torockai. Tehát én nagyon-nagyon-nagyon sok mindent köszönhetek a miépnek, alapvetően megváltoztatta az életemet. Úgy ismertem meg nem csak Kovács Dávidot, hanem Novák Elődöt is, akivel mi bármennyire is szeretnénk, de nem elválasztható a sorsunk. Tehát úgy tűnik, hogy független attól, hogy néha jókat szoktunk vitatkozni, hiszen két egész erős karakterről van szó, de valamiért nekünk mindig találkozik a történetünk. Úgyhogy én most már ebben belenyugodtam, nem tudom előtte, hogy vagy ezzel, hogy nekünk ezt végig kell csinálni. És ugye mondtad, hogy szeretnél most már még egy új nemzeti radikális, vagy nem szeretnél még egy új nemzeti radikális pártnak a parlamentbe juttatásában részt venni, szerintem már nem tudunk. Tehát ez az utolsó kettőnk számára, ezt engedjétek meg nekem, hogy ennyire megint személyes legyek. Viszont visszatérve Csurka Istvánra, mi az, amiben igaza volt, mi az, amit megjósolt, és mi az, amit tökéletesen eltalált, hát amit az előbb felolvastam. Tulajdonképpen ez az eszenciája volt mindannak, amit a miép a 90-es években képviselt. De akkor most jön az a rész, amit a sajtónak is gondolom, hogy örömmel elmondhatok, mert legalábbis ők biztos, hogy csemegézni fognak majd ebből. Közületek jó páran emlékeznek arra, hogy Csurka István hol élt, hol lakott, biztos többen vagytok hozzám hasonlóan, akik jártak az otthonában, Damjanich utcai lakásában, Balatonedericsi nyaralónál, és még ott is. Na én ott nem, én ezt a kettőt ismerem, én ebben a kettőben jártam, és egyszer ültünk Csurka Istvánnal, ez általában úgy kezdődött, hogy mondta, hogy igyak már ugyan valamit. Ugye egy pohár bort, hogy én nagyon fiatal gyerek voltam, hát én azt sem tudtam, hogy kell. Ha ittam, akkor túl sokat ittam, az volt a bajom, olyan fiatal voltam még. És akkor ott borozgattunk vele, és azt mondta nekem egyszer, sok mindenről beszélgettünk, én megkérdeztem a szabadkőművesekről, mi a véleménye, nagyon érdekes dolgokat mesélt nekem, hogy szerinte kik a szabadkővesek a magyar politikában. És egyszer azt mondta nekem, hogy jegyezd meg, fiam, hogy a világ legerősebb lobbija az a zsidó lobby. Na most ez ugye a 90-es éveket írunk. Ez azért valamelyes biztos, hogy megváltozott. Ugyanis, hogyha ma Csurka István élne, és visszaolvasná ezeket az akkori gondolatait, egészen biztosan elégedetten nyugtázná azt, hogy mindenben igaza lett. Viszont hozzátenné azt, hogy talán, hogy ennél bonyolultabb lett a helyzet. Ugye az előbb fölnéztem a kuruc.info bannerjére. És nem tudom, hogy jól emlékszem-e,
ugye, és nem tudom, hogy Esze Tamás tényleg a főszerkesztő-e. Vagy nem. Szóval én mintha úgy emlékeznék, mintha úgy hallottam volna, lehet, hogy van itt megbúva, nem tudom, Hering Jóska megérkezett, aki esetleg ezt meg tudja erősíteni, de hogy voltak olyan zsidó szervezetek, akik az elmúlt években megpróbálták lekapcsoltatni ugye ezt a bizonyos hírportált, és nem sikerült nekik. És nem tudom, Köves Lomóéknak szerinted sikerült, mert úgy tudom, hogy nem. Ugye ők is megígérték, hogy lekapcsoltatják, és él és virul a kuruc.info. De úgy tudom, hogy LMBTQ szervezetnek sikerült már. Jól tudom ezt? Nem tudom. Valaki meg tudja erősíteni, mert én ezt így tudom. Jó, oké. Értem. Látok egy-két bólogató, de inkognitóban jelenlévő szerkesztőt. Tehát bonyolultabb lett ez a kérdés. Bonyolultabb lett a kérdés, mert 90-es években Big Pharmáról és annak a trükkjeiről például nem beszéltünk, hogy hogyan működnek, hogy kik azok. LMBTQP és egyéb kérdések nem voltak annyira előtérben, nem volt annyira fontos, nem figyeltünk rá annyira, és bár az előbb idéztem, hogy Csurka István úgy jövendölte, hogy 7 millió lesz a magyar és 4 millió a cigány, de én arra is emlékszem a 90-es évekből, hogy nem ez volt a fő sodratú téma. Mert még olyan messzinek tűnt. Ha valaki ma elmegy vidékre, én vidékről jöttem ma is, és úgy adódott, hogy mivel ugye ásotthalomról hoztam vissza a gyermekeimet, nem tudtam az M5-ös autópályán normálisan haladni, úgyhogy alig értem ide, mert gondolom az ortodox karácsony miatt az teljes Balkán megy vissza ugye Németországban, megpénítve a magyar autópályákat, hogy az M5-ös, M1-es autópályát, ezért ugye letértünk, megint ilyen vidéki településeken keresztül jöttünk, és hát a 90-es években bizony sok olyan faluban, ahol jobb volt az infrastruktúra, nagyobb volt a közbiztonság, és az életminőség is jobb volt. Valljuk be őszinte. És most azt látjuk, hogy vidéken nem csak a postahivatalokat zárják be most megint sorban, nem csak arról van szó, hogy nem tud a saját pénzéhez hozzájutni sokszor a vidéken élő idős ember, szegény ember, akinek el kéne menni a saját településünket. Említhetem, több mint egy hónapja nem működik egy bankautomata sem Ásotthalmon, amióta egyébként Mészáros Lőrincék ugye megvették, azóta nem működik, azóta el kell menni Mórahalomra vagy Szegedre. Na most azért ez egy ott élő nyugdíjasnak ez óriási probléma, hogy 35 kilométer el kell menni, hogy a saját pénzéhez hozzájusson a bankkártyájával. És ezeken a településeken, ahogy mondom, az életminőség, sorolhatnám, akár a cigány népesség arányát, ezeken a vidéki településeken egyszerűen sokkal rosszabb, mint a 90-es években. És mégsem volt ugye ez akkor a 90-es években annyira kiemelt téma, mert akkor nem jött ez annyira velünk szembe. Ma már ez nagyon szembe jön Budapesten is, de vidéken még inkább szembe jönnek ezek a problémák. És hát ami az LMBTQ kérdést illeti, nem volt a fő témánk. Hallottunk róla, hogy van ilyen a 90-es években, nyilván meg volt róla a véleményünk, de nem tolták olyan agresszíven az arcunkban, nem támadták meg vele a gyermekeinket, mint ami jelenleg történik, és szinte nem akarok erről hosszasan beszélni. Aztán az elmúlt években itt volt a Covid, mindenki elkezdett figyelni a Covid miatt az egész Big Pharma-ra. Big Pharma létezett, már a 90-es években is létezett. Csak most került előtérbe. Bill Gates is hirtelen eddig ugye nem akart ezzel foglalkozni, nem akart a gyógyszeriparba fektetni, vakcinákba, Karikó Katalin cégébe fektetni, hanem pontosan akkor, amikor megjelenik a Covid. Tehát ezek mind-mind-mind olyan események voltak, amelyek miatt ma már ez egy jóval bonyolultabb kérdés. Még akkor is, na ennek nagyon fognak örülni a telexes sajtómunkatársak, üdvözöljük őket, hogy... Még akkor is, hogyha óriási átfedések vannak a különböző lobby csoportok között. Tehát van közülük olyan oligarha például, nemzetközi pénzember, aki mindegyikben tag lehet. Az összes csoportban tag lehet. Bonyolultabb lett a helyzet, de az, hogy, és akkor most amerikai szóval idézném, amit Csurka István még nem ismerhetett, ugye a Deep State az egy létező dolog, az ma már a ugye fősodratú éppen erre, liberális értelmiség éppen erre szoktam mondani, hogy itt a nemzeti radikálisok új szóösszetételeket hoztak létre, például a fősodratú. Mi nem szeretjük a mainstream szót használni, ezért mi azt mondtuk, hogy fősodratú. És igen, tehát, hogy a fősodratú politikai, média, igen, Lovas István. Tehát, hogy ma már a fősodratú politika, fősodratú közbeszéd, média kész tényként ismeri el mindazt, amiről
mi nem suttogva beszéltünk, mi épesek hangosan beszéltünk róla, de amikor mi hangosan kimondtuk ezeket az igazságokat a 90-es években, körülöttünk mindenki pisszegett, hogy jaj, ezt óvatosan, ezeket nem szabad kimondani. És ma nem, hogy Magyarországon vált ez a fősodrat, ha úgy tetszik részévé, hanem az egész világon, még az Amerikai Egyesült Államokban is, ma tényként kezelik mindazt, amiről Csurka István és a mi épesek már a 90-es években beszéltek. Úgyhogy szerintem kevés annál jobb dolog van a világon, mint amikor az ember úgy megöregszik, én magam már így érzem, politikailag mindenképpen, hogy kezdek megöregedni, hogy úgy öregszik meg az ember, hogy azt mondja, hogy mindig jó helyen voltam, mindig jó úton jártunk, és mi mindig az igazságot képviseltük. Úgyhogy én tényleg nem szeretném elvenni mástól az időt, a szót, a lehetőséget, itt szerintem sokkal fontosabb, hogy mindenki szóhoz jusson, ne csak én, mindenkit szeretettel hívok az évértékelő rendezvényünkre, az nem mi épes, az mi az ánkos rendezvény lesz, január 27-én az Európa Event Center, hát ilyen hülye neve van, de mindegy, ezt nem mi épesek adták ezt a nevet, itt szintén Budán, nagyon nagy szeretettel várok mindenkit, hogy ott már a jövőről beszéljek, most egy kicsit a múltról beszéltem, a múltat idéztem. Meg úgy, hogy várlak benneteket szeretettel akkor 27-én, ugyanis a küzdelem az nem ért véget, a küzdelem az csak fokozódik, és mi szeretnénk, ugye itt az elején elhangzott az, hogy nem győzelemre áll az ászlónk, mi szeretnénk győzelemre vinni azt, amit a 90-es években képviseltünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Csurka István által kiválasztott, mentorált, támogatott újságíró és képviselőjelölt, politikus volt Torockai László a mi épes időkben. Illetve előadást tartott itt a meghívásunkra a 11. kerületi mi épifűsági tagozatának is, még talán a múlt században, de nagyon örülök, hogy ő sem változott, és ugyanazt képviseli, amit akkor is képviselt. És hát ilyen a következő hozzászólónk, a mi épp egyik legismertebb prominense, aki alelnöke, országgyűlési képviselője is volt, két cikluson át is, ahogy említettem, ugye, mindkét ciklusban, aki ma a Mi Hazánk nyugdíjas tagozatának vezetőjeként a nagy visszatérő, aki újra itt van közöttünk, ugyanazzal a derűvel, mosolyan az arcán, de ismerhetjük ezt a jó magyaros karakterét még akár Göt polgármestereként, illetve kevesen tudják, de magyar bajnok gátfutó volt, sőt, Európa bajnoki döntő is már egyedik helyen gátfutó is volt. Nagyon szeretettel nagy tapasztalatot, a Gondár László, ezt a jó szemben. Köszöntelek benneteket, de elsősorban a régi harcos társakat és az alapítókat, akikkel most nagyon jól találkozni. Nem akarok hosszú lenni, hiszen utána úgyis beszélgetünk. Két gondolatom van, az egyik egy tanulság a miéptől a mi hazánk felé, hogy ne legyen olyan. A másik pedig egy érdekes sztori, amit egy olyan negyed évvel ezelőtt hallottam. Csurka Istvánról. A tanulsággal kezdeném, hogy a miép nagyon jól startolt, de rosszul finiselt mindig. Tehát ez egy nagy... Nem én találtam ki, ezt a 2009-es EP képviselő listavezető mondta ezt akkor, aki rájött, hogy hát összeszedtük a cédulákat, mégsem lett beadva. Vagy hirtelen lemondtunk 70-74 képviselőről is a Fidesz javára. És ezt mi nem tudtuk. Lukács már rég ki volt zárva akkor persze, de a többiek se tudták, mert valami hátsó, egy hölgy valószínű működött, akire én nem haragszom. De ezt nem szabad elkövetni, hogy amikor startolunk valóban, és beindul egy csata, azt végig kell harcolni az utolsó pillanatban. Mindegy, hogy összetettük, hogy nem tettük, mert az nem
nem volt jobb, hogy azokat akkor megtudják, hogy kik voltak a mi szimpatizánsiaink, és kárt fog okozni. Ez nem jutott. Hiszen ezt úgyis bekerült volna, ha megvan, ugye? Tehát ezt szeretném csak figyelmeztetni. És egy sztorit mesélnék, ami engem nagyon meglepett, körülbelül egy 4-5 hónapja. Valami Ocean, vagy miben mászkáltam, és elkapott, most nem jut eszembe a neve, a régi MDF-es budapesti választmány alelnöke. És egy érdekes sztorit mesélt, és azt mondta, ezt Raffainak elmondta eddig, és most nekem is próbáljuk utána nézni a dolgoknak. Csurka István 1993-ban indult elnökként az MDF színeiben. Ezt jól tudjuk. Ez a választmány alelnöke volt megbízva a szavazó urnáknál, hogy felügyelje. 3 szavazó urna volt, ugye azt hiszem egyik a, talán még a bíró is ott volt, ugye bíró is indult valamelyik részben, és ott volt Csurka István szavazó urna és Antal József szavazó urnája. Csurka István azért indult, hogy ne legyen pártelnök és miniszterelnök egy személyben, Antal József. És ez nagyon jó volt. A végeredmény 637 Antal, 545 Csurka lett. Na de hogy? Mit mesélt el nekem ez a választmányi alelnök, aki meg volt bízva? Ő felügyelte az urnákat. Mindig megnézte, ellenőrizte, mindig állt ott valaki. Egyszer csak egy urna eltűnt. Nem tudom, hogy most bírói volt-e, vagy ki, akkor indult-e. Keverem abban. Én is ott voltam, de ezekről akkor én nem tudtam. És utána ravaszul oda mentem, meséli, megemeltem a két ládát. Csurkáé és Antalé. És érdekes módon Csurkáé jóval nehezebb volt a bedobott szavazatokkal. Közben ment a konferencia, és mindenki szavazatot. Érdekes lesz, azt mondja, tényleg mégis akkor Antal nem lesz pártelnök. Talán is csak miniszterelnök lesz. Aztán visszament megint, nincs Csurkának urnája. Mi történt? Rohant, megkereste Csurkát, elmondta Csurka Istvánnak, te, nincs az urnád. Tudom, és mondott egy áramkodás. Tehát ez érdekes, hogy akkor egész más lett volna a világ, ugye, hogyha a Csurka az elnök, és Antal miniszterelnök talán másképp lett volna. Talán tudjuk az okát, hogy mit mondhatott, sejtjük, ugye? Antal már akkor megfenyegetette a 3x3-asságot, de amivel Csurka visszavonult. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát a tanulság, hogy aki startol, az finiseljen is, és én csak azért vagyok itt, és a nyugdíjas tagokat elvállaltam, mert a Magyar Igazság és Életpártja az most a Mi Hazánk mozgalom. Egy. Köszönjük szépen a sportos taktikai stratégiai tanácsadást is, és hát nem csak mint nyugdíjas tagozatban, hanem mint nyugdíjas kabinetben szakmai munkát is várunk természetesen tőled. Bár a legenda szerint Csurka azt mondta egyszer, hogy a szakmaiság bolsevik trükk, ezt már nem tudom, hogy tudjuk eríteni, hogy igaz-e vagy nem. Minden esetre azért azt gondolom, hogy a miénk frakciójában te bizonyítottátok többen is, Fegyvesi úr is azt gondolom a szakmai hozzászólásával és a szakmai munkájával, és az általam már említett konstruktív ellenzékiségével, hogy igenis a nemzeti radikalizmus méltó a parlamenti képviseletre, reményeim szerint a kormányzásra is. Kicsiben már megvalósult néhány esetben, hiszen nem csak Ásotthalom polgármestere lehetett például Torockai László, hanem itt van közöttünk, most így folytatva akkor az általam bár már előzetesen fel nem kér, de most mégis felszorolásra remélt képviselők, egykori országgyűlési képviselők sorát, egy olyan személlyel is, aki viszont effektíve kormányoz egy települést, Hajdú Babos polgármesteréről van szó, Szabó Lukácsról, aki, hogyha vállalja, akkor nagyon örülnék, hogy viszonyul hozzá. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönöm a meghívást. Hát, Hajdú Babosról annyit, hogy ez az a falu, ahol az első teljes alapos
kő porti szobrot állítottunk. És hát jellemző a jelen viszonyokra, hogy bár meg volt hívva a közszolgálati televízió, és ők nem tudósítottak, hanem kitudósított az ATV. Hát, annyit hadd mondjak, hogy mint ahogy Torockai elnök úr említette, köszönöm, bocsánat, hogy ő nem végezhette az egyetemet, következésképpen nem is kapott állást. Hát én elvégeztem az egyetemet itt a szemben a rakparton, és ennek ellenére nem kaptam állást, ugyanis 68-ban akkor egy véleményem volt Szovjetunió Csehszlovákia, meg Magyarország csehszlovákiai bevonulásáról, tekintettel a népek önrendelkezési jogára. És hát két út állt előttem, vagy elhagyom az országot, vagy megyek a szülőfalumban, és leszek az, ami nagyapám is volt, földet csúró magyar paraszt. És ez is voltam mindaddig, ameddig, ugye, ameddig az MDF panaszidő meg nem alakult, és az MDF-nek tagja lehettem 88-ban. És én nagy lelkesedéssel és tele illúzióval kerültem be a parlamentbe, de már rögtön a négyigenes szavazásnál már rögtön csalódásért, ugyanis amit nem tudsz megakadályozni, annak állj az élére. Ez akkor nem sikerült, és a második csalódás pedig az volt, amikor Pozsgai Imre elmondta, hogy azt a kerekasztal tárgyalásokon, akkor pontosan Antal József volt az, aki kérte, hogy a legtöbb törvényt, az, hogyha kétharmadossát tegyék, beleértve a költségvetési törvényt is, és gyakorlatilag Antal József miatt lett Göncz Árpád köztársasági elnök, és kellett azt az elvtelen paktumot megkötni. Még egy pontosítást hadd tegyek, nem Csurka István alapította a VÉP-et, hanem abból az 56 kormánypárti képviselőből az a Bátor 12, aki vállalta azt, hogy az anyapártjával szemben, aki letért arról az útról, amire esküdtettünk, az anyapárttal szemben egy új pártot hoz létre. És el kell mondanom, én nekem Csurka Istvánnak az írói munkásságával, a látnoki képességével és az ideológiai meglátásaival én tökéletesen egyetértek, azonosulni tudok. De a nagy hiba volt az, hogy ő nem maradt a párt ideológusa. Habár egy héttel azelőtt, hogy az elnök választó országos gyűlésre sor került, egy héttel azelőtt megköszöntjük azt, hogy ő az lesz a miében, ami Deng Xiaoping kínál. Vagyis a meghatározó ember, az ideológia iránymutató ember, de nem fog az első sorban, nem ő viszi a pártügyeit. És állítom, ha nem ő vitte volna a pártügyeit, akkor a miért még mindig létezne. Mert az egy kisiklás volt, hogy ő, amit itt hallottunk Torockai elnök úrtól is, amit felolvasott, akkor azok a virágok kinyílhattak volna, és hatalomra is kerülhettek volna. Szó volt arról már, hogy Bognár Laci barátom, ő ugye a nyugdíjas tagozatnak az elnöke, szó volt arról is, hogy én is csatlakozom a mi hazánkhoz. Végül is azért nem tettem meg, mint ahogy ti is mondtátok, hogy még egy radikális pártnak nem lesznek a létrehozói. Hát én három pártnak voltam már a kimullásának tanúja, kettő sajnos belülről kellett végig szenvedjek, és hát kívülről pedig a Jobbiknak a kimullását kellett figyelemmel kísérnem. És hát ezek után azt kell mondanom, hogy nem véletlen az, amit Bognár Laci elmondott, hogy a lényeges a finis is. Ugyanis amikor egy párt már kezd veszélyessé válni, onnantól kezdve azok a beépített téglák, amik minden pártban biztos, hogy ott vannak, azokat aktivizálni fogják, és amikor a miért bekerült a parlamentbe, gyakorlatilag ezek a téglák elkezdtek működni. Az, hogy ki működtette, itt már szó volt egy hölgyről, hogy ő volt az, vagy más volt,
azt nem tudom megmondani, de az egészen biztos, hogy és ez lett a Jobbiknak is a sorsa, az, hogy onnantól kezdve, hogy veszélyt jelent, onnantól kezdve ezek a sejtek, ezek aktivizálva lesznek. Hogy én kívánom azt, hogy a Mi Hazánk mozgalom ne érje meg ezt a sorsot, én minden jót kívánok nektek, hogy vigyétek győzelemre, amit mi annak idején elkezdtük. Hát én már magam a 75 évemmel, én már nem biztos, hogy szerencsés, hogyha én lennék a zászlóvivő, bár hogyha meg kell mondanom, hogy én nekem amikor a Horthy-szobrot állítottuk, akkor felhívtak New Yorkból, a Zsidó Világ Kongresszustól, és onnan azt mondták, hogy kérjek bocsánatot, mert mekkora szégyen az, ahogy a Magyarországra nézve, hogy itt egy Horthy-szobor épület. És na, én erre fel egy történelmi eszmefuttatást írtam neki válaszul, amire én sajnos nem kaptam választ. Így három oldalban leírtam azt, hogy mit tett Horthy Miklós, mit tett a magyarságért és a zsidóságért, és a Yad Vashem Egyetemen neki kellene az első helyen lenni, mert tőle több zsidó egyetlen egy ember nem mentette. Erre nem kaptam választ, de aztán végül nem is perelték be se Nyúlva, sem Budapesten. Hát én ennyit szerettem volna mondani, én megmondom, hogy én egy alkotó típusú ember vagyok, hát én akkor azt mi lehetne más, tehát ideológiával nem kevésbé foglalkozik, mint fizikailag is látható és kézzelfogható alkotással. Én ezt szerettem volna elérni az MDF-re is annak idején, az én nevemhez fűződik a földtörvény, amiben kizárt volt az, hogy cégek és külföldiek kezébe kerülse magyar termőföld, a másik pedig, ami eléggé érthetetlen, hogy miért következett az be, hogy a hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák, meg a nyugati hadifoglyok kimaradtak a kárpótlástól. Hát ezek nem sokkal többet szenvedtek ezek az emberek, mint aki 4-5 évet eltöltött Szibériába, és azt követően nem volt lehetősége arra, neki volt lehetősége, hogy felnevel a gyermekeit. És aki hazafelé jövett, meghalt a vonaton, az gyakorlatilag árvákat hagyott itt, és ők nem kaptak kárpótlást. Ez önálló indítványom volt, és végül igaz kiherélve, de végig, hogy ezek az emberek is hozzájutottak némi kárpótláshoz. Köszönöm szépen! Ha már Szibériát említette polgármester úr, Szabó Lukács egyébként részt vett a vasfüggöny lebontásában is, ha jól emlékszem, még MDF-es képviselőként vágta a vasat, vagy szervezte. Mindenesetre egy igazi fenegyenek volt már akkor is. Sokat azt gondolom nem változott a radikalizmus sem, úgyhogy Lenin szobor ledöntésétől kezdve azért voltak itt még küzdelmek és feladatok, sokunk számára iránytűként szolgált, úgyhogy sok sikert kívánok továbbra is a polgármesteri munkásságához, és köszönöm szépen, hogy azért például ide a Bikás Parkba is eljöttél 2019. augusztus 20-án a Mi Hazánk ünnepségére, és remélem azért számíthatunk rá még néhány szakmai téren, és nagyon szépen köszönjük az eddigi tevékenységet, és még továbbra is a képviselőknél maradva, hiszen ahogy a meghívóban említettem, fél tucatnyi országgyűlési képviselője jött ma el a mai rendezvényünkre, a Magyar Igazság és Élet pártjától. Másik kultikus képviselője az a református lelki pásztor, aki miatt úgymond a Lex Hegedűst is meghozva, már sajnos összeférhetetlenné tették a Hegedűs család elleni küzdelem jegyében is sajnos, de mégis egy kultikus család mai itt lévő képviselőjeként. Nagyon örülök, hogy itt van lelkipásztor úr, aki továbbra is természetesen a civil vonalon hallatja egyébként a hangját, hiszen például mai napon is a szabadságtéri hazatérés templomban, a kultikus templomban, a Szent Korona hazatérésének évfordulóján volt ma egy ünnepség, megemlékezés Jelenszky István szervezésében, illetve nem is olyan régen például a Szentföld békéjéért van még, aki szót mert emelni akár egyházon belül, vagy egyáltalán a közéletben. Úgyhogy nagyon örülök, hogy a régi munkásságát folytatja civil egyházi életben. Legutóbb a keresztállításunkon is ott volt, és köszönöm szépen azt a sok missziót, amit továbbra is folytatsz, és külön köszönöm, hogy ma is eljöttél sűrű programot. Nagyszülői és egyéb kötelezettségeid
zenére szóljon tehát a köszöntés és a taps most már itt a jelenlétével is. Igen, megedjük sorát, illetve megedjük sorát, köszönöm szépen előtt kedves felvezető sorait, de nem érzem kultikusnak sem a családomat, talán a templomomat igen, de az is inkább szakrálisnak, viszont értem, hogy milyen értelemben fogalmaztad ezt meg. Hát hadd kezdjem én is egy Szabó Dezső idézettel, miután Csurka Istvánnak volt részben köszönhető, hogy gyülekezetem meg tudta valósítani, hogy a hal temploma, amely most színházterem, Szabó Dezső színház legyen, Szabó Dezső katakomba színház, mely például a mai napon helyt adott Jelenc István filmrendező által szervezett szakrális és kultikus rendezvénynek és a Szent Korona hazatérése évfordulóján. És annak idején, amikor beszélgettem vele, ő kevésbé támogatta azt, hogy Szabó Dezső legyen elnevezve színház, mert nem volt klasszikusan drámaíró, Szabó Dezső nem volt a fő profilja, ugye műfaja a írásainak. De én azzal érveltem, hogy az igaz, hogy meg kéne egyszer szakítani azt a sorozatot, hogy nem drámaírókról neveznek el színházat Budapesten és Magyarországon, tehát ne Szabó Dezsőnél tegyük, akinek a kisújjába ezerszer több drámaiság szorult, mint jó néhány drámaíróba, tisztelt a kivételnek Csurka Istvánnak. Ezt respektálta ezt a tisztelt a kivételnek tételemet, és vele egyeztettem végül azt az idézetet, ami szerepel a altemplomi színházi bejárónál. Ha az idegen hódít, kitaszít, megrabol, megsemmisít, a szeretet az copyright és patentos kereszténység. De ha én az ezer halál felé taszított, meglopott, megcsalt, a nyomorúság ezer szorításában vergődő magyarság védelmére mozduló gyűlölet. Emlékszem, hogy akkor, amikor a munkás emberek dolgoztak ott a altemplom előterében, és elolvasad egyik kétkedi munkás ember a feliratot, hát nem vette a lapot igazán a Szabó Dezsői szarkazmust magát, és fölháborodott magyar emberként, hogy miféle állítás ez. Mondtam, hogy hát a valóságot ábrázolja Szabó Dezső, és valóban ennek a valóságnak az abszurditását. És én úgy vélem, hogy ha valamit megköszönhetünk Csurka Istvánnak, kapcsolatban itt Kovács Dávid szavaihoz, az az, hogy Szabó Dezsőnek a társadalom politikai látásait ő aktualizálta a magyar politikai életben, az úgynevezett rendszerváltás időszakában meg azt követően, amelyről aztán kiderül többek között 2006-ban, hogy sajnos módszerváltás sem volt. És hogy van nemzeti radikális gondolat, és nemzeti radikális elkötelezettség, és elvi alapvetés, e tekintetben Csurka István a legmegkerülhetetlenebb politikai szerepvállaló is volt egyúttal. És hát e tekintetben, ami a hibákat illeti, mondtam is előnek, hogy milyen jó, hogy Lukácsot is meghívta erre a találkozóra, mert igen, tehát való igaz, hogy más az elvi alapvetés és más a gyakorlati megvalósítás, de azért hadd mondjam, én, aki mondjuk közelről láttam hosszabban Csurka Istvánnak a pártelnöki tevékenységét, nem minden esetre volt ez érvényes, de a legtöbb esetre érvényes volt, hogy a nagy emberek kis hibája a leginkább szembetűnőek. És sokszor ezek a kis hibák is mérhetetlenül fel voltak nagyítva. És persze nem mondhatom azt, hogy nem volt, nem került elkövetésre nagy hiba is stratégiailag. Például, amit Laci említett, a bizonyos százas visszaléptetést. De összességében véve mégis elmondhatjuk, hogy a fősodor tekintetében
hihetetlen volt az a magvetés, ami most igenis kezd szárba szökkenni. És ugye a helyzet mennyire bonyolult, így csatlakozok a másik Laci Oroszkai Laci, Bognár Laci után, hogy amellett, hogy én is elismerem, hogy a jelgi rendszer meg kormányzat az a politikai lépéseiben jánuszarcú, de azért emlékszem arra, hogy Csurka István betegem az utolsó közszereplésében Szegedem a legdöntőbb üzenetet fogalmazta meg, mint egy testamentumszerűen, és korábban is megtette ezt, de most hangsúlyosan és erre kiélezve, és Soros Györgynek és a Sorosféle háttérnek rontott neki verbálisan, kurucosan, magyarosan. És én korábban mindig vitatkoztam vele, igaz, megboldogult apósommal is, Orbán Viktor politikai szerepvállalásáról, de el kell ismernem azt, hogy azért a jelgi miniszterelnöknek igenis komoly stratégiai érzéke van, és azért ne becsüljük alá Csurka István életművét, és a mi szerepvállalásunkat ezen életmű és kimondhatjuk profétai nemzetstratégiai látás tekintetében, hogy ma már legalább Soros Györggyel szembeszegülni, Soros György tényleges a keresztény civilizációt és ezen belül a nemzetállami létet alásni kívánó és megkérdezni kívánó politikáját és mindenféle pénzügyi háttérhatalmi húzását le lehet leplezni, ez azért a csurkai életműnek mindenképpen a döntő eredménye. Ami hivatalos politika szintjére emelkedett, még akkor is, hogyha van ebben tagadhatatlanul jánusz arcúság. Ahogyan az is hatalmas dolog, hogy a nemzetben, az egységes nemzetben való gondolkodás, amit mondjuk ki, hogy a miét vállalt fel, az ma polgárjogot nyert már. És persze ezt is meg kell tölteni tartalommal, és rajtunk múlik alapvetően, hogy mennyire vagyunk erre képesek. Vagy hogyha arra gondolunk, hogy az alapvető nemzetstratégiai kérdésekben fontos szövetséges keríteni, szerezni, és hogy e tekintetben nem lehetünk finnyásak, ugye, ezt is mutatja a mai magyar politikai élet. Az más kérdés, hogy ebben is súlyos egyoldalúságok vannak. És itt némileg a Kádár rendszer örökségét vélem sajnos felfedezni. Mert mit szólna ma Csurka István például ahhoz, ami a Szentföldön zajlik? Szó nélkül hagyná? Félre nézne? Azt mondva, hogy nekünk nem kell egyik oldalra se állni, mert valójában miért teljesen mindegy, írtsák ki csak nyugodtan egymás. Soha nem mondott volna ilyet. Mindennek elhordták Csurka Istvánt, és a legnegatívabb jelzőket aggatták rá, de ő soha nem gondolkodott így. És ő úgy vélte, hogy minden embertelenséget el kell ítélni. És ezt tette meg a magyar történelem helyes értelmezésével is egyébként, amiben megint úttörő szerepet vitt, gondoljuk is a 18-19 vonatkozásaira, 1918-19-re, a 19-es orosz kommunre, példának okáért. Vagy éppen a Dandási út 60-ra, a Dávos verőlegényekre, és hogy kik vállaltak abba elsőrenden szerepet. Olyat mondott ki ő, amivel magára is húzta, mondjuk ki az antiszemita jelzőt, de valójában véve tabu döntögető volt, mert úgy vélte, hogy nem lehet ezeket szőnyeg alá söpörni, hogy ezeket tisztázni kell, hogy minden népnek, nemzetnek, minden néprésznek, nációnak szembesülnie kell igazis a saját múltjával, hogy jelen legyen, és hogy ebben a jelenben építkezni tudjon a jövendő érdekében. Emlékszem, hogy engem egyszer dicsért meg közéleti beszédem során, amikor a testnevelési főiskolám ilyen felosztásban beszéltem a magyar valóságról, hogy a múlt kilogozása, a jelen megerőszakolása és a jövő megrablása. De mondtam neki, hogy hát végül is ő volt a vihletője ennek a hármas felosztása, hiszen mindenkor erről írt.
mindenkor, minden esetben így szemlélte a múltat, így szemléltette a jelent, és így kíván jövőképet adni a mi számunkra, hogy ezeket a veszedelmeket elkerüljük. Én azt hiszem, hogy tekintetben nagy szó, hogy én magam is politikai szerepet vihettem, valóban a legszegedűs az megszületett. Meg kell mondjam, hogy utólag már nem bánom, mert ugyan küzdöttem a saját alkotmányos szerzett jogomért, amit nem vehetett volna erre a saját egyházam, de nyilvánvaló volt, hogy én közéleti szerepet lelkipásztorként vállaltam, és ennyiben volt sava borsa igazán a közéleti szerepvállalásomnak. De a másik, ami miatt nem bántam, az az volt, hogy nekem itt nem volt igazán lelkiismereti dilemmám a tekintetben, hogy amikor a miép már nemhogy felfele ívelt, hanem sajnos zuhant egyre inkább lefele, mert mondjuk, hogy azért volt szükség aztán egy új nemzeti radikális gyűjtőpártra, most független attól nyilvé lett, vagy nem független attól, de akkor még abban reménykedtünk, hogy a Jobbik ezt a szerepet fogja betölteni, azért, mert a miép már nem tudta ezt a szerepet betölteni. És nekem nem volt ilyen értelemben már lelkiismereti dilemmám, amikor ez a mélyrepülés bekövetkezett, hogy most vállaljak-e szerepet a továbbiakban ebben, vagy sem. Viszont Bognár Laci figyelmeztetését azt én is fontosnak tartom, hogy vegyük komolyan, hogy elvi élő következetességgel kell a nemzeti érdekeket képviselni, és lehetnek stratégiai, taktikai meglátások, de elvi vonatkozásokból engedni már pedig nem szabad. És a szentföldi vonatkozás is egyébként éppen ez. Nem arról van szó, hogy valaki palesztin párti vagy zsidó párti, nem. Hanem kik mellé állsz, kedves magyar testvérem, vagy keresztény fele barátom? A gyilkosok mellé állsz, vagy az áldozatok mellé állsz? És ez nem lehet kérdés. Nem lehet kérdés, nem egy nemzeti radikálisnak kérem szépen, hanem egy embernek, aki a emberségét be akarja tölteni. Legyen az keresztény, legyen az muszlim, legyen az zsidó. Bármilyen vallású ember. És ebből a pokolból, ami most zajlik, kérem szépen, csak további poklok fognak származni és következni. A gyűlölet magvetése az évtizedekre is szólhat, mondjuk ha a 2014-es megtorlását nézem az izraeli hadseregnek, vagy a 2008-asra gondolok vissza, de ami most folyik, kérem szépen az etnikai tisztogatás, és akkor még nagyon finoman fogalmazok, ez évszázadokra való gyűlölet magvetés jelenti. Testvéreim, én csak arra kérem önöket, benneteket, hogy a elvi élő következetességet mindenképpen tartsátok szem előtt. Erre kérem a mi hazánkot is, hogy a továbbiakban is ezt megtegye. És pontosan tartom ugyanakkor a konstruktív ellenzékiséget legvégül, mert ugyanazt a miét túlzásba vitte, mert Csurka Istvánt a nagybetűs lélek nem vitte rá, hogy még látszat szerint is véletlenül is, egyszer is igazán együtt szavazzon a posztkommunistákkal, a MSZP-vel, meg az SZSZ-szel, de egy bizonyos, hogy konstruktivitásra szükség van, mert miért ne tételezhetnénk azt fel, hogy megfelelő társadalmi háttér teremtelés biztosítva egy nemzeti radikális gyűjtőpár kellő irányú nyomást tud gyakorolni a mindenkori kormányzatra, hogy amit szavakban vállal, a cselekedetekben is következetesen végbe vigye. És legvégül pedig azt szeretném mondani, hogy a nemzeti radikalizmus a soha nem volt valójában véve pártfüggő. Egy párt lehet gyűjtő pártja a nemzeti radikalizmusnak, de soha nem tud minden nemzeti radikális megszólítani, úgyhogy a párt kötelékébe is bevonjon, de az igényről nem mondhat le, hogy megszólítsa ezeket az embereket, és valamilyen szinten bevonja a munkába. És végezetül a leginkább, amire büszkék lehetünk, az az a cselekvő radikalizmus, amely tulajdonképpen közvetlenül nem a miéphez kötődik, de közvetetten igenis, és így szeretném köszönteni körünkben Budaházi Györgyöt, aki a háttérben
De úgy vélem, hogy mindaz, amit mi szavakban képviseltünk, én végképpen csak szavakban tehettem ezt, és még így is állandóan eljárás alá voltam vonva, de hát a papa szavak embere, viszont amit meg kellett tenni annak idején, hogy lássa a hatalom, hogy van nemzeti ellenállás, azt Budaházy György és az ő bajtársai megtették, és annak szívből örülök, hogy pártoktól függetlenül nagyon sok ember kiállt mellettük. Azt meg szívből köszönöm, hogy a korábbi bajtársai nem hagyták magukra, hadd mondjam, és ez a legpozitívabb, én azt hiszem, komoly vitáim voltak a Mi Hazánkkal bizonyos politikai kérdésekben, de egy bizonyos, ez számomra a legpozitívabb, hogy Toroszkai László is hogyan állt ki mindvégig Budaházy György szabadságáért, és a többi hunia perben, koncepciós perben elítélt mellett, ahogy a Novák előtt is mindezt megtette. Záradékként még csak annyit, hogy hálásan emlékezem vissza Csurka Istvánra, aki amikor engem perbe fogtak közösség elleni izgatás vágyával, Metes Györgyel együtt, akit szintén szeretettel köszöntök itt körünkben. Nos, Csurka István végsőkig kiállt mellettem. Egészen odáig elment, azt hiszem már gyónási titkot nem árulok el, de az akkori kormányzatot azzal zsarolta, hogy nem fogja megszavazni a költségvetést, pedig akkor még a mi év szavazatai múlott mindez. Aztán végül az MSZP-ből a nemzeti vonal, ugye Szűrős Mátyás Kosgai féle vonal vállalta, hogy biztosítja a kellő szavazatot, csak azért, hogy engem aztán mégis bíróság elé lehessen állítani. Istennek legyen hála, jogerősen felmentettek, de egy bizonyos nagy szó volt az is, hogy ő pártelnökként úgy vélte, bármilyen kockázattal is jár, az az ember, aki nemzeti sorskérdésekben igaz módon nyilvánul meg, azt nem hagyhatja cserben. Hát adja Isten, hogy a továbbiakban soha ne hagyjuk egymást cserben, magyar emberekként, nemzeti érzési emberekként, és főként nemzeti radikális emberekként, okulva a múltból, a miét múltjából is, a Jobbik múltjából is, és reméljük, hogy a Mi Hazánknak nem lesz olyan múltja, amiből okulni kellene, hanem inkább olyan pozitív tanulság, amely a legnemesebb vonulatát, örökségét vállalja föl a magyar igazság és élet képviseletének. Köszönöm szépen, Lelki Pásztor úr! Hegedűs Lórának egyébként nem kellett előkeresnie és leporolni a bocskai ruháját, mert majd, hogy nem lesen veszi. Tehát a szolgálata civilként és lelkipásztorként is azonban a átfedésben van. Ehhez a szolgálathoz kívánok további sok sikert, kitartást. És köszönöm itt közben a kiegészítéseket. Én is észrevettem még valakit, akit ma nem köszöntöttem, pedig oly sokan beszéltek Horthy Miklósról, akár te is beszélhettél volna, hiszen egy patinás szobrot is állítottatok egyebek mellett a kultikus szakrális templom előterében. Hát itt van Horthy Miklós utolsó diplomatájának özvegye, amit, hogyha így a korokat nézzük, akkor már hamisnak is tűnhet az információ, kétségkívül nagy korkülönbség volt köztük, Szent Iványi Domokos és Ágnes asszony között, akit szeretettel köszöntök. Köszönöm, hogy oly sok rendezvényünket látogatja az ő is. Miközben lassan a Holtudvarra térünk, és reménykedem Dörner György igazgató úr hozzászólásában, amiként már említett Fekete Gyula hozzászólásában is, aközben még azért az utolsó, nem utolsó sorban, de ABC sorban, de mégis most Miklós Árpádot szólítom, Hegedűs Lóránt után, régi bajtársunkat, akit már az elején köszöntöttem, úgyhogy most már csak a mikrofont adom át neki. Köszöntök mindenkit, régi képviselőtársaimat, mindenkit itt van, mindenkinek szebb magyar jövőt és boldog új évet kívánok. Legyen. Itt már sok mindenről szó volt, most ha ilyen sokan itt vagyunk, engedjétek meg, hogy így a miért kezdeti történelmről mondjak valamit, mert én ezt sehol el nem olvastam, a saját emlékeim alapján röviden elmondom, és ezzel vagy egyet kell értem, hogy azt mondani, hogy jó, ez nem is így volt. Tehát én...
1990-től 94-ig voltam képviselő, és én így emlékszem a történetére, röviden. 1991-ben felbomlott a Szovjetunió. 91 december, és ez kapcsolódik a mához. 1991. december 1-én, könnyű megjegyezni a dátumot, népszavazás Kárpátalján. A végeredmény 78% önálló státuszra szavaz, 22% nemmel. Mi elemeztük ott a képviselők, hogy hogy jöhetett ki ez az arány. Mi azt mondtuk, hogy ez úgy jöhetett ki, hogy igennel szavazott 20% magyar, meg 60% ruszi. És a szovjet érába betelepített olyan 20% ki tudja ki, azok szavaztak nemmel. Na most, ez december 1-én történt, rögtön utána megalakult az ideiglenes ruszin kormány. A vezetőit úgy hívták, hogy Iván Túrjanica. Nem tudott magyarul, akkor kezdett magyarul tanulni. A ideiglenes ruszin kormány megalakulásakor első kijelentése az volt, vissza akarunk térni Magyarországhoz. Mi történt? Antal József Leszenti Gézával kiment Kijevbe, és Mikulás napján 1991. december 6-án aláírták a magyar-ukrán alapszerződést. Hazajöttek, én, mint országgyűlési képviselő nem tudtam róla, de föltételezem Csurka István se tudhatott róla, mert akkor biztos, hogy szóba hozza. Tehát úgy eltelt az a pár hét 91-ből, hogy nem tudtunk róla, de eltelt 1992 is, hogy nem tudtunk róla. És ez majd kezd gyalázatossá válni. Majd eljött az 1993, nem emlékszem pont a hónapra, január-február, utána kell nézni majd, amikor, még akkor nem internet, kiküldték papír alapon, hogy délelőtt a frakciólésen tárgyaljuk meg, hogy délután ezt kell ratifikálni. Na, amikor ezt elolvastam, azt mondtam, hazárulás. Persze nem csak egyedül mondtam, nagyon sokan a képviselőtársaim közül, hazárulás. Megállapította a miniszterelnök úr, hogy a délután napirendre tűrő, ebből botrány lesz. Ezért levitték napirendre. Tehát délután nem kellett róla szavazni. Utána elrendeltek egy zárt ülést Balatonkenesén, ahol próbáltak meggyőzni minket, hogy igen, ezt meg kell szavazni. Tehát mondanom se kell, elég sokan voltunk, akiket nem sikerült meggyőzni. Utána ment valószínű a háttérmunka, mert olyan 1993, igen, 93 májusában a tévéiradó azzal volt tele, hogy az angol királynő Magyarországra látogatott, és fokhagymát vásárolt valamelyik piacon, ez volt a főhír, és akkor délután benyomták a ratifikációs vitát, hogy ratifikáljuk a magyar-ukrán alapszerződést, aminek ugye egyetlen pontja volt, csak kritikus, így hangzott, Magyarország és Ukrajna között nincs és nem is lesz területi beterés, magyarul örökre lemondanak az ősi magyar szövetségre. Magyar ember nem fogadja. Na ment a vita, mit lehet csinálni, azt mondtuk, hogy obstrukció, tehát ha van hozzá mondani való, ha nincs, hozzászól. Ment a vita, mert mondtuk a magunkét, én is hozzászóltam akárhányszor. Majd utána egy beépített ember lehetett, Fodor, mit tudom én, hogy hívták, egy független képviselő, ügyrendi javaslatot terjesztett elő, ami így hangzik, zárjuk le a vitát. Ugye ügyrendi kérdésben nincs vita. Nyilván a beépítettek megszavazták, hogy zárjuk le a vitát. Szűrös Mátyás vezette az ülést, mondta, hogy akkor szavazzunk. Torgyán jelentkezett szólásra, mit akar? Ügyre, milyen ügyre? Adja meg a szót, megtudja. Torgyának az volt, Torgyán Józsefnek az volt a javaslata, hogy miniszterelnök úr Antal József többször kijelentette, nem köt alapszerződést úgy a szomszédos országokkal, hogy előtte nem egyeztet az ottani magyar kisebbség vezetőivel. Kérem, tisztelt országgyűlés, halasszuk el a szavazást addig, míg ez az egyeztetés meg nem történik. Ügyren, nincs vita, szavazzunk, nyilván leszavazták a Torgyán javaslatot. Akkor szavazzunk a ratifikációt. Jelentkeztem én, mit akarok? Ügyre, milyen ügyre? Adja meg a szót, megmondom. Hát én azt mondtam, hogy Végány Attila. Igen. Szóba hozom a nevét. Az MDF 5. kerület elnöke. Nekem azt mondta, hogy miniszterelnök úr hazajött, akkor nem olvasták el figyelmesen az alapszerződést, azért írták alá. Azt mondta nekem Végány Attila, 10 tanú... Le se volt fordítva. Én nekem így mondta. Végány Attila mellett olvasztam. Akkor igen. Folytasd. Igen, tehát, hogy ő azt mondta nekem, 10 tanú van, aki azt mondja, hogy igen, azt mondta a miniszterelnök úr, hogy nem olvastuk el figyelmesen az alapszerződést, úgy írtuk alá. Ezért az MDF 5. kerület alapszervezete miniszterelnök urat
az MDF becsületbíróság elé idézi, kérem a tisztelt országgyűlés, hogy amíg a becsületbíróság nem dönt, addig halasszuk el a szavazást. Hát akkor azt hittem nagyon csapnak, mert akkor Kónyaimbejtől kezd mindenki odaszaladt, nem ütöttek meg, de azt hittem megfognak. Mondták, te szemét láda, az MDF belső ügyeit a nyilvánosság elé viszed, hát a tévé közvetítette, ugye? Hát én sem szépen fogalmaztam, mondom, lesz az MDF belső ügyét, amikor a hazárulásról van szó. Utána már nem volt mit csinálni, jött a szavazás, ugye annyit tudtunk még előtt elején, hogy név szerinti szavazást kértünk, tehát olvasták sorba ATC szerint a képviselők nevét, és igen, nem vagy tartózkodom. Hát így jött ki az 56-os szám, ugye, hogy 56-an nem szavaztuk meg. Ebben volt persze tartózkodás is, ugye akkor 386 képviselő volt az országgyűlésben, most jó páran hiányoztak nyilván, mert volt, aki így, akkor nem veszem magamra se azt, nem jövök el. De akik ott voltak, 56-an nem szavaztuk meg, és most nem emlékszem hányan megszavazták, de a többség megszavazta. Így ért ez véget. Na akkor, itt jön Horváth Lajos, nagyon sajnálom, hogy elment, mert én így emlékszem, ő küldött egy ilyen az 56-unknak egy levelet, hogy beszéljük meg közös dolgainkat, ha már ilyen gyalázat megtörténhetett. És így ültünk össze. Azok, akik nem szavazták meg a magyar-ukrán alapszerződést, és ha jól emlékszem, dr. Zétényi Zsolt, szóbozom a nevét, ő javasolta, hogy akkor alakítsuk meg a Magyar Igazság Nemzetpolitikai Csoportot, így nevezett, MINICS rövidítve, Magyar Igazság Nemzetpolitikai Csoportot, kimondottan az MDF-en belül, tehát nem akarunk pártszakadást. És hogy megalakítjuk ezt a nemzetpolitikai csoportot, hogy minden ilyen nemzeti kérdés mi megtárgyalunk, hogy egységesen szavazzunk, majd az eljövendő időszakban. Igen ám, csak ezután mi következett? Az következett, hogy Debreceni József Elek Istvánnal javaslatot tettek, Csurka István meg még nem tudom hány ember, zárják ki az MDF frakciót. Zacsek Gyulát, nem tudom felsorolni pontosan, de... Szilvási. Na igen, de, tehát többet is zárjanak ki az MDF frakcióból. Zárt ülés. Na most ott Kis György nevű miskolci képviselőnek volt a javaslat, hogy ha már erről van szó, akkor ő azt javasolja, hogy a javaslattevők is kerüljönnek a kizárandók listájára, tehát Elek István és Debreceni József. Na akkor erről szavaztunk, hát én azt szavaztam, hogy igen, kerüljönnek föl, és akkor így a Csurka István és most nem tudom még hány ember is a kizárandók listáján volt, meg Elek István is, meg Debreceni József is. Hát én nyilván arra szavaztam, hogy Eleket meg Debreceni zárják ki, már szabadott vagy szabadott a végeredmény, hát kizárták Csurka Istvánt is, meg akik fel voltak sorolva a listán, mindenkit kizártak az MDF frakcióból, de kizárták Debreceni Józsefet is, meg Elek Istvánt is. Na azon szörnyűködtek, hogy alakult így, de így alakult. Na, mi következett ezután? Ezután mondtuk azt, hogy akkor most már nincs értelme a MINCS-nek, a Magyar Igazság Nemzetpolitikai Csoportnak, ezzel mit érünk? Új pártot kell alakítani. Na akkor mi legyen a párt neve? Magyar Igazságpárt. De Antal József üzent, hogy haha, nem hiszi, hogy van 10 olyan ember, ugye 10 fő volt a frakció határa, ha nincs meg a 10 fő, akkor nem kapunk semmit, tehát nehéz elindulni akárhova is. És az Antal József ilyet üzent, hogy 10 olyan hülye úgy sincs, aki lemond a fizetésének a feléről. Mert ugyanis ugye tiszteletdíjat kaptunk a képviselőségért, a bizottsági tagságért, nem tudom már mennyit, de ugye csak a tiszteletdíj az alig volt több, mint az összfizetés fele. Tehát majdnem a feléről le kell mondani. Hát nem lett igaz Antal Józsefnek, mert nem 10-12 olyan hülye adódott, aki azt mondta, hogy ezt nem viseljük el, ha oda az egész fizetés, akkor is megalapítunk. És akkor azt döntöttük, ha már a Magyar Igazság Nemzetpolitikai Csoport, akkor alakítsuk meg a Magyar Igazságpártot. És itt kell elgondolkodni, hogy jól emlékszem, én úgy emlékszem, nem tudom már ki volt az a két ember, hogy a cégbíróságon bejegyzik, és ott még betartottak nekünk, azt mondták, hogy ezt már nem lehet bejegyezni, ez be van. Hát ilyen bóvi nevekkel, Kis Pista, Nagy Józsi, ki tudja ki, ők már bejegyezték, mikor látták, hogy komoly, tehát 12 főről megalakul a Magyar Igazságpárt, akkor gyorsan bejegyezték a cégbíróságon, össze-vissza nevekkel, ki tudja milyen nevekkel, a Magyar Igazságpártot. És azt mondja, na és a Magyar Igazság és Életpárti, az be van jegyezve? Hát az nincs, hát azt kéne bejegyezni. Tehát én ezt még írásban nem olvastam, én így emlékszem vissza, azért mondtam el itt ennyi ember előtt, mert akik itt vannak, azok mindenki gondolom, hogy érdeklődik ezek iránt. Utána kell nézni, jól mondtam-e, tévedtem-e,
ha jól mondtam, akkor meg kell erősíteni, ezt le is írni, ha nem jól mondtam, ki kell javítani. Úgyhogy ezeket a gondolatokat tartom megosztani mindenkivel. Adjon az Isten erőt, egészséget, boldog új évet és szebb magyar jövő mindenkinek. Köszönjük szépen Miklós Árpádnak ezeket a korhű gondolatait és tájékoztatását. Minden szava igaz, teszi hozzá Szabó Lukács, és itt helyesenek a egykori képviselő társak is. Hát elképesztő valóban. Minden esetre örülünk, hogy soraink között tudhatunk a mai napig is. Borsodabaúj-Zemplén vármegye soraiban a Mi Hazánk mozgalom keretében, illetve sokszor elnöki megbízottként, különösen Kőhonban képviseled mozgalmunkat, úgyhogy ezt külön köszönjük, és további kitartást kívánunk a munkásságodhoz. És ahogy említettem, bár Miklós Árpáddal sem beszéltem meg, de hát nagyon reméltem, hogy azért megosztja velünk gondolatait. Ugyanígy reménykedem abban, hogy Dörner György igazgató úr, ha már el tudott jönni, bár színházigazgatói feladatai biztos sokszor lekötik, de ha már itt lehet közöttünk, kérdezték is többen, hogy lesz-e, várható-e. Remélem, hogy a nagy érdeműt köszöntöd, igazgató úr, és számíthatunk. Köszönöm szépen! Jó napot kívánok! Nem fogok visszajönni a türelmükkel. Amit tartalomban itt hallhattak, azt a képviselő urak elmondták. A szórakoztatásról Miklós Árpádról úgyhogy nekem csak annyi maradt hátra, hogy megköszönjem a kedves meghívást, és nagy tisztelettel köszöntsem és üdvözöljem kedves mindnyájukat. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, Dörner György egy úriember. Tudja, milyen az, amikor egy két órás darab után már itt az ideje a születnek. Tehát ő az egyedül, aki ezt érzi. És sajnos nem, mi azért Csurka is felszól, sok terei felszólalásai edződtünk, ugye? Tehát, hogy azért az nem semmi. Toroszkai László egyébként az, akinek úgy egy-két óra után az évértékelő beszédénél már úgy jelezni kell, hogy azért hogy eljön az idő, és akkor még mindig csak a mi évnél tart. Mert szoktam mondani neki, hogy Laci, már azóta már sok minden, sok vízzel folyt a Dunán, most már azért kellene a napi programot is, a viradat programot is, mert azért még mindig a mi éves sztoriknál tart. Tehát amikor beszéltük ezt a mi év emlék találkozott itt többekkel, Bognár Lászlóval, Toroszkai Lászlóval, akkor mondta, hogy ő feltétlenül ott szeretne lenni, úgyhogy egyeztessünk időpontot, mert ő azért ezt a mi éves nosztalgiát és ezeket a elveket mindenképpen szeretné tovább vinni és tovább éltetni. Úgyhogy örülök, hogy azért egy kicsit a Bocskai színpadban is, bár itt a üdvözlő zenében is egy-két dalotokat igazgató úr próbáltuk elővenni, és a Bocskai színpad azt gondolom, hogy a Szabad Egyetem mellett, a Bocskai István Szabad Egyetem mellett egy olyan kulturális vívmánya, produkciója volt, ami azért Papolci Gizella ide vagy oda, nem mondtuk ki a nevét, de mondjuk ki a nevét, mert már itt kerülgetjük. Vagy Papolci Gizella ide, minden esetben nem eljük vele, de azért minden rossz dolgot el lehet mondani, azért erre csak jutott valamekkora kis forrás, hogy országosan turnézhatott is, és a kultúrát ellenzékből is, és azt gondolom, nekünk is ez ad egy küldetés, amikor például a Fekete István Szabad Egyetemet megalapítottuk, hogy nem csak programunk van arra, ha majd egyszer kormányra kerülünk, hanem addig is próbálunk különböző intézményekkel működtetni, ahogy a miért is próbált Panorádiót és Szabad Egyetemet és Bocskai Színpadot, úgyhogy ennek nagyon örülök, és további sok sikert kívánok az új színház élén is. Köszönjük. Ebben a Vörös Fővárosban is egy üde színfolt, amit ott láthatunk, úgyhogy bátran ajánlom jó szívvel az új színház darabjait most a felújítás után is. És akkor a következő Fekete Gyula, akit mindenképpen szeretnék mikrofonhoz szólítani, bár nagyon szabadkozott a meghívásunkkor, hogy ő csak meghallgatná szerényen, de én azt gondolom, és itt a üdvözlések alatt a taps is mutatta, hogy igény volna Fekete Gyulára is. Köszönöm a szót. Kicsit szemből. Igen, hallani. Igen. Kis ez megemlékezés, két dologról megemlékezek. Egyrészt Lukácsot hagyj idézem fel, hogy működött a történelem. Hogy idézek fel egy Magyar Demokrata Forum, egy választmánygyűlést, amikor előállt a debreceni küldöttség javaslatával, hogy kerítés kéne bontani. Ti javasoltátok, ti dolgoztátok ki, nekünk meg, hát teli lett a nadrágunk, hogy hát ott parancsolnak, lőni fognak, hát azt nem vállalhatjuk föl. Szemből kéne, nem így, hanem így, szemből. Igen. Hosszas vita után szavazás, és hát
Én az ellenző táborába tartoztam, mert féltem a felelősségtől. A Lukács a vakmerők, de valószínűleg ők ezt is lezsúzták sok mindenben korábban, amiről mi nem tudtuk. Végül is sikerült a dolog. Eltelt egy év ünnepség. Megemlékeztek a kerítésbontásról, akkor még úgy engem is hívtak, mondom, hát röhögni fognak, ha meglátnak, hát én ellenezt. Eltelt két év, eltelt három év, és mindig újabb meg újabb emberek jelentek meg. Három év múlva már azt hiszem téged meg sem hívtak. Olvasom meg a 20 éves megemlékezést, már a nevet sincs megemlítve. Nát ilyen a történelem fintorán, hogy akik vállalták a konfrontációt, hát valószínűleg a Német Demokratikus Köztársaság összedöntését, mert ez azt jelentette, azokról megfeledkeztek. Hát most a következő sztori az tulajdonképpen Csurka Pistához tartozik, az neki tartozom, talán ő látja egy megbánó mondattal, mert nem hittem neki. Mi történt a 2000-es évek első felének közepén? Hát a privatizáció megtörtént, Horn Gyula még ügyelt a munkásparaszt hatalomra, és ezt komolyan fogta föl. És ezért Borsodi és Szabolcs megyékben szocialista többség volt önkormányzatokban, vidéki településeken, országgyűlési képviselőterén is. És közben történt egy hatalomváltás, hatalomra került Gyurcsány Ferenc, aki jó, az Orránnál többet látott, de már a körútnál tovább nem, és ejtette a zöldvárokat. Ez egy érdekes dolog volt, nem szándékosan, hanem megjelent a megélhetési bűnözés, és hiába volt sok földjük. Mikrofonba! Igen, nem ők aratták le a termést. És ezek a zöldvárok nem akárkik voltak. Voltak nemzetközi kapcsolataik, meg volt még az, hogy hol vigyék ki az Orrán, főleg volt szovjet területekre. És az önvédelemből, így lehet mondani, szinte fölruházták a Jobbikot. És minden kis településeken ott volt, megjelent a Jobbik, és gyakorlatilag kisöpörte a szocialistákat. A szociok tulajdonképpen nem tanultak ebből, és akkor én többet vitatkoztam apámra, Csuka, akkor azt mondta, hogy hát felruházták a Jobbikot, ennek meg lesz az ára, a Jobbik az nem mi hozzánk tartozik. Még keményebben is fogalmazott. Én meg azt mondtam, ugyanazt láttam, mint ahogy igen, fölruházták a Jobbikot, de a maguk védelme érdekében, mert különben ki sem hiszték volna őket, és hát miért kérjenek értem? Ugyan mit tudnak kérni? Hát kérik a biztonságukat. De végül is a történelem azt hozta, szerintem egy maradandó eredményt hozott a Jobbik, hogy azóta nincsenek érdemleges színben, nincsenek szocialisták sem Borsodban, sem Szabadban. Hát az más dolog, hogy valóban lehet, hogy utólag kértek árat, ugye nem voltam ott ezeknél az alguknál, de a történelmi feladatát teljesítette, és egy kicsit ezt így nézzük, hogy azóta ott nincs baloldali többség. Hát ez volt a múlt. Most még egy kicsit azért, ha már itt vagyok, tudom, hogy nem pártpolitizálunk, de nem tudok szabadulni a szakmámtól, és most is a Magyar Közgazdasági Társaság népesedési szakosztályában dolgozom, és olvasom, hogy a családpolitikai körúthoz indul a mi hazánk, és nagyon üdvözlöm, nagyon kell, mert mi hiába másfél év óta hiába irogatunk a családügyi miniszternek. Mondok példákat. Megszűnt a 40 évesnél idősebb nők csok iránti jogosítványa, tehát a otthonteremtés. Mi mindig azt mondtuk, hogy még egy utolsó nagy korosztály van, mert a 30-as években már jóval kevesebben vannak. Hát egy nagy korosztályt kell megcélozni, hogy szülhessenek. Ez lenne az utolsó alkalom. Erre kidobják őket a kedvezményezettek köréből. A babaváró itánél már a 30 éveseknél idősebbeket is kizárják, most megint az idei évszület.
Nem beszélek most a rezsi támogatásról, amit ugye háztartásra van vetítve. Magyarországon egy háztartás kétszemélyes, már egy egygyerekes háztartás három fővel nem fér bele. Magyarul az úgynevezett többletfogyasztók 90%-a gyermekes család, akik tehát a magas díjakat fizetnek. Ezt is hiába mondtuk a családügyi miniszternek, nem csak mi, még van egy, a Tudományos Akadémiának van egy demográfiai részlege és a Statisztikai Hivatalnak a Népesedés Tudományi Kutatóintézete. Fogalmam sincs, hogy kik sugnak a családügyi tárcának, minket nem hallanak el, ez biztos. Tehát, és akkor még ennek van egy vetülete, ami egy kicsit ütközik a Mi Hazánk véleményével. Sokan azt mondják, hogy azért van a 30-as, 40-es nők kipaterolása ezekből a kedvezményekből, hogy tereljék őket a munkapad felé, mert munkaerő hiány van. És most jön az a nagy kérdés, ami a világ 50 országában megoldott, hogy a vendégmunkások azok jók. Ha megvan határozva is ilyen rendben, hogy mettől meddig vállalhat munkát, és utána el kell, hogy menjen, és ez itt megvan oldva, akkor helyettesíthetik ezek a nőket. Tehát nekünk az a véleményünk, hogy azzal a megkötéssel, hogy a nők terhét csökkentik, hogy visszaállítják a 30-as, 40-es évek nőktől elvett jogokat, miért ne lehetne támogatni a vendégmunkásokat, hiszen nagyon sok ország abból gazdagodott meg, hogy ők értéktöbletet állítanak, el lehet a munka az értékteremtő, nem mondjuk le erről a lehetőségről. És köszönöm a figyelmüket! Valóban ez már kicsit ilyen aktuálpolitikai kérdés volna, a vendégmunkások ügyében valóban lehetnek itt nézett különbségek. Minden esetre az, ami Fekete Gyula és édesapja, szintén Fekete Gyula ugye képviselt a számunkra, mindenképpen iránytű, és sajnos a mai napig hiányzik az, hogy a nyugdíjrendszerben édesapja által felvetésen nyomán azért azt gondolom a népesedési kerekasztok is sokan képviselték, a mi magunk is a programunkban szerepeltetjük, hogy a született gyermeket ismerjék el a nyugdíjrendszerben. Ez, ami hiányzik, és ez is egyébként a népesedés politikai fordulathoz hozzájárulhatna, hogyha a nyugdíjrendszerben megbecsülnék azokat az édesanyákat, akik gyermekeket, pláne ha több gyermeket neveltek föl, ezért a dolgozó gyermek személyi jövedelemadójának egy részét automatikusan lehetne például ugye utalni a szülő számára egyfajta nyugdíj kiegészítésként is. Ugye. Úgyhogy köszönöm szépen ezt a felvetést a Fekete családnak, ha így mondhatom, mert ezzel mindenképpen egyetértünk, és ezt mindenképp szeretnénk továbbvinni. És nyitottak vagyunk egyébként a szakmai párbeszédre, mert látjuk azt, hogy valóban mi is ezt tapasztaljuk, hogy a kormányzat nem igazán fontolja meg a különböző javaslatokat, és azért ki kell hangosítani, ha kell követelni ezeket a népesedéspolitikai felvetéseket. És akkor, akit ma már sokszor említettünk, következő felszólalónk, Esze Tamás, légy szíves, fáradj ide, hiszen való igaz, hogy sokan, például Fejbesi Zoltán is híres volt arról, hogy érdemi kritikát mert megfogalmazni a mi elnökségében, valakik akár bárdolatlan kritikát is, nem tűr kritikát is megfogalmaztak, hogy mondjuk a Szabó Lukácsra tekintek, de mindezt diplomatikusan tették, voltak egészen markánsan is a budapesti elnökök testületében néha kritikát mert megfogalmazni, és hát mindenképpen gratulálok ahhoz a munkássághoz, amit itt Dél-Budán folytatott, hiszen ahogy mondtam, a miértnek a bázisa volt, a 11. kerület mellett azt gondolom a 22. kerület. Tiszteletem, üdvözlök minden megjelent társunkat. Vannak arcok, akikkel ritkán találkozok. Gyuri van utoljára a Varga Buszti temetésén, aki között barátunk volt, akkor futottunk össze. És hát mesélhetnék, de nem ez a lényeg a dolognak. Kicsit nehezen járok, mert augusztusban betettek egy térprotézist a térdembe, de nagyon-nagyon szépen javult, hogy áprilisban már teniszezni fogok vele. Na, hát az a lényeg ennek a mai összejövetelnek, hogy csak a szépre emlékezünk. Én nagyon hamar vezető beosztásba kerültem, mérnök vagyok,
kicsit nagyképűen hangzik. Az édesapám katonatiszt volt, aki ugye az utolsó másodpercig harcolt, még a lővérekbe lőtte az oroszokat, és utána mentek nyugatra, hogy amerikai hadifogságba kerüljenek, mert akkor ők már tudták, hogy a felszabadító szovjet csapatok, akik nagy részben ukránokból, és másik nagy rész pedig ilyen kirgiz, meg üzbék, meg ilyen hordai térségből álltak, hogy mit művelnek. És az anyai nagyapám is katonatiszt volt, és az édesanyám is ment, és ott találkoztak az egyik fogolytáborban. A tiszteket azokat ilyen gazdag major parasztokhoz szállásolták be. Hát ezt a papám meg az anyám már 5-6 éve ismerték egymást. És amikor ezt 1976-ban ezt a családot meglátogattam, akkor megmutatták, hogy a Herr Hauptmann, mint Schönefrau melyik szobában lakott, és ott a lányok vihogásából arra következtettem, hogy én valószínűleg abban az ágyban készültem. Na most ez lett a család veszte, mert az apámnak az volt az elve, hogy egy eszehivadék nem született idegen földön, hazajött. Na most a hősi helytállásáért elsőfokú halálra ítélték, másodfokon 10 évet kapott, amiből 6 és felett le is töltött. Az utolsó 4 évet a Cseri aknába várpalotán, és emlékszem rá, hogy amikor kiszabadult, akkor még utána 5 éven keresztül rabtartást fizetett, mert úgy látszik vájárként nem tudott annyi pénzt ott megkeresni, hogy ezt a napi kétálkaját azt tudták volna ingyen adni neki. Na, és ugye ebből meg a mérnök mi voltokban, nekem az a rögeszmény, hogy kétfajta ember tud igazán jól szervezni, az egyik a katona, ugye, mert ezt tanulta, a mérnök meg azért, mert tulajdonképpen hát a rendszereket, meg egyéb dolgokat szervezni kell. És hogyha megnézzük azért, hogy ezt az országot itt hosszú évek óta kik vezetik, hát akkor azért elég kevés műszaki ember találunk közöttük. Így aztán én bármilyen szervezetre betettem a lábamat, ott elég gyorsan vezető pozíciót kaptam. Nem azért, mert én annyira akartam, hanem mert látták, hogy ha én belekezdek valamit, akkor azt én rendesen megcsinálom. És én nem akartam politizálni, eszemágában nem jutott. Nekem az volt a célom, hogy hát az apámnak a börtönbüntetése, mert vagyon elkobzás politikai jogoktól egyedek. Engem úgy irattak még a gimnáziumban, hogy a paptanárok azt mondták az anyámnak, hogy ne add be a jelentkezési lapját a fiadnak, hanem csak jöjjön be, aztán beül a padba, úgyhogy a névsorban, mint Eszer Tamás, a legutolsó gyerekként voltam beírva. Az öcsémmel már egyszerűbb volt a dolog, mert egy eszer gyerek volt, akkor legyen még egy, aztán kétszer van. És a műszaki egyetemre pedig 64-ben iratkoztam be. Akkor már egyszerűbb volt a dolog, mert akkor már egy kicsit úgy enyhült a helyzet, meg a nemzetközi helyzet is, és elég magas pontszámot értem el, úgyhogy akkor fölvettek rögtön a gépészkarra. Na most ösztöndíjas voltam, egy vállalatány, és sportösztöndíjam volt, oda el kellett mennem 3 év múlva, mert az igazgató elhatározta, hogy belőle szocialista mérnököt fog nevelni, és mivel én nem voltam hajlandó belépni a pártba, a főnöknél azt mondta, hogy akkor menj el máshova. És akkor elmentem vidékre dolgozni, az életről szerencsésnél, ott rögtön vezető beosztásra kerültem is. És hát a mezőgazdaságban akkor konjunktúra volt, nagyon sok munkánk volt, nagyon sok pénzt kerestünk. És hát így ment 90-ig, 10 évig Örömön dolgoztam, utána a Széchenyi második Rákóczi térre mentem dolgozni, és hogy milyen érdekes, hogy második Rákóczi TS. És amikor onnan a Hüther Csabát a német kormányba mezőgazdasági miniszternek tették, ő lett a Láncsának az utódja, akkor én már láttam, hogy ha Csaba elmegy, akkor ez össze, akkor eljöttem onnan, és 90-ben már alapítottam egy saját céget. Ipari kazánokat javítottunk, nem akármilyen cég volt, egy német haveromat kértem föl társnak, hát az őrköstökét is én tettem be, mert akkor már elég sok pénzem volt. És 60 emberrel dolgoztam, tehát tölt a lóvé. De a rendszerváltás után én rögtön észrevettem, már 91-ben láttam, hogy ami itt folyik, privatizáció, egyebek, hogy ennek az országnak ennek gyakorlatilag vége van. Tehát itt valamit kellett tenni, és akkor elhatároztam, hogy elvek mellett mégis elkezdek politizálni. Na de hova menjek? Hát két párt jöhetes létre, vagy szóba, a kisgazdapárt, vagy pedig a miért. És akkor elmentem egyszer a Tortyához, és utána elmentem egyszer a Csurkához, és a két ember
történt beszélgetések alapján megállapítottam, hogy a két emberből minőségi különbség van, és akkor a miért mellett döntöttem. Budafokon akkor volt egy ilyen 5-6 fős szervezet, oda beléptem, fél év múlva engem választottak meg az elnök, de egy év múlva 52-en voltunk. Az egy 50 ezer fős kerület volt, szemben a 11-en a 200 ember volt, tehát arányaiban körülbelül úgy hasonló volt, de nagyon sok szimpatizásunk is volt, mai nap is nagyon sok van, mert amikor az elnök úr kint volt nálunk egy irodaalbaton, akkor abban a teremben, ahol voltunk, 92-en gyűltek össze, talán emlékszel rá, ugye? És nagyon, nagyon jó hangulat volt, mert most nem vagyunk csak olyan 15-en körülbelül, de van legalább 100 aktív támogatónk, akik nem lesz gondunk, hogy itt az ajánló személyeket összegyűjt a választásokra is. Én nagyon készülünk itt az önkormányzati választásokra. Hát igen, na most ugye csak a szépre emlékezünk, mutattam az Erikának, mert ugye ő volt az egyik újságíró, aki... Ja, és még egy, hogy szerepeltünk. Ugye, akkor még kétfordulós választások voltak, Budapesten csak a 22. és a 11. kerület volt, ahol a jelöltek bekerültek a második fordulóba. És ezek a jelöltek a 11. kerületben a Fejvesi Zoli volt, a 22. kerületben meg az Esze Tamás. Ugye, tehát mindig mi voltunk a mérlegnyelve. Ez mi mind a két választási, a két fordulósba bekerültünk a három legjobb eredményt elérők közé. Tehát volt súlyunk, és az önkormányzatban is annak idején, önkormányzat képviselő volt a 12 éven keresztül, három miépes képviselő volt, egy ember közvetlenül választottak, meg kettem pedig listával kerültünk be. Tehát egy nagyon, nagyon erős és jó szervezet. Ott is mi voltunk a mérlegnyelve, tehát jó szerepeltünk. Mutattam az Erikának, hogy 2001-ben Csurkának van egy kötete Magyar Szemmel, beleírta, hogy Esze Tamásnak szeretettel, és aláírta, akkor még szeretett. És én gondolkodtam rajta, hogy mit szeretett bennem. Hát valószínűleg azt, hogy nem tudott az asztal aláírni, ugye? Mert ugye, a Pista, amíg volt látott az asztal, addig nem állt föl. Én sem. Aztán akkor egy idő után jött a kizé, és mondtam, most ha menj az asztán, készen van intézve. És hát én is jártam a Damjanics utcába is, meg a kastélyba is, erről beszélgettünk is, ennyi a sztorikat, hogy mit voltak a tapasztalatok. Volt ilyen sorozat, hogy kávéházi paterkázások, és akkor oda prominens embereket hívtak meg, és akkor egyszer velem is paterkázott a Csurka, és a Gizi kitalálta, hogy mondom, hát hol a bor? Azt mondja, hogy Gizi, ma nem lesz bor. Hogy? Hát azt mondja, mert úgy döntött ő, hogy ma nem, mert Pista már írott tegnap eleget, és akkor ma nem lesz bor. Hát mondom, hogy lehet bor nélkül paterkázni. Azt mondja, majd meglátod. Igen, jó. Elkezdtem pakolni. Azt mondja, Csurka, hova mész, mondom, haza. Hát hogy? Hát majd bor nélkül nem paterkázni. Akkor egy rövid vita, és akkor azt mondta a Gizi, na jó van, ha ezt a pecsétes nyakkendőt kicseréled egy másikra, akkor hozhatok két rövid bort. Akkor majd morogva fölvett egy rendes nyakkendőt, és akkor paterkáztunk. Hát szóval így zajlottak ezek a dolgok, a kisiklást ismerjük, és akkor utána jött a másik radikális párt, ahol valahol fölpankolták, hogy van itt egy ilyen nagypofájú jó szervező, és valaki megkeresett, és emlékszem rá, hogy három fiatal emberrel a Burman étteremben beszélgettünk, az egyik a Dávid volt, a másik azt hiszem a Nagy Ervin, azt hiszem ő akkor elnökeredett. És a harmadik pedig a párti igazgató lesz, hogy hideg ezt a kivész. Gábor. Hát ő az egyik útmérgező ott a Jobbikban, hogy elszemezze mindennyire egyetértetünk. És akkor, de az volt a baj, hogy én akkor már a Gazdag Pista Schuster Lóri féle Magyar Nemzeti Frontban már elköteleztem. És akkor én ajánlottam valakit magam helyett. Nem sok nagy faklövés volt az életemben, de egy adóra. Úgyhogy ez nem várt ez a dolog. És aztán később, mert azért a Dávid elég hamar elment onnan. Ugye nem tudom, hogy miért. Nem is érdekes most már. Maga volt.
Na, elég az hozzá, hogy... És később meg már örültem, hogy nem léptem oda le. És aztán ugye, mikor jött a jogi bukása, elég vén ember vagyok, már ráérek, és akkor gondoltam, hogy hát most itt van egy párt, amelyik megint nyilatozik, és akkor egyszer valahogy az előttel összefutottunk, és az előttel kérdezte, hogy nem szervezném a kerületbe új ember, akkor volt ott 4-5 lelkes ember, de hát nem ment semmi, és akkor megcsináltuk, és hát az országgyűlési választáson már elég tűrhetően 5% fölött szereztünk, de hát azóta ugye azért a pártunknak a támogatottsága még a legmocskosabb közvéleménykutatók szerint is, ugye már 10% fölött van. És hát én bízom benne, hogy tovább fogunk erősödni, és én nagyon bízom benne, hogy két radikális párt temetésén már ott voltam, hogy nem kerül erre a dologra sor harmadszor is. Ezzel zárnám, csak két emberre szeretnék még emlékezni, bocsánat. Az egyiket úgy hívják, hogy Rejtő Lajos. Ő a miért legjobb budapesti elnöke volt a Lajos. Nagyon szoros kapcsolatban voltunk, mert TT-ben dolgozott a kínóinkban, és rendszeresen találkoztunk ott. A másik fiúnak, Marsi Péter, ő pedig mindegyikről legjobb kampányfőnöke volt. Őtől lehetett igazán megtanulni, hogy kell egy kampányt megszervezni, és hogy lehet ezt lebonyolítani úgy, hogy ott minden klappoljon. És a Péter és budafoki gyerek volt a Lánc utcában lakott, a húga volt velem egy idős, a Péter 3 évvel idősebb volt nálam. És ugye mi, vagy 20-an kezdtünk összejönni a régi népesek közül, én úgy hívtam őket, hogy a mamutok, és akkor ott mindig nosztalgiáztunk, meg kisebb ballékat csináltunk, ilyen trianoni emlék ünnepen. Hát ezek ilyen kabarékban hívő dolgok, de nagyon jó volt, nagyon sokan meghaltak közülük, és szegény Péter az most karácsonykor mentek közülünk. Hát őről szerettem volna még megemlékezni, és nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, és remélem, hogy a továbbiakban is kitartunk, és megyünk előre a magunk átlapunk. Nagyon szépen köszönöm, és engedd meg, hogyha Kapolci kiszállától nem is kaptál bort, tőlem, az országház borából hagadjak. Köszönjük szépen, illetve a királyért, a mai este Konráddal egy ilyen kvaterkázásra, ezt a Tamás a legjobb viccmesélők egyébként. Vannak hajzánabb viccek is, amiket most még nem mondott el, de megoldódik a nyelve, hogyha egy-két üveggelet viszünk az országház borában, amivel készültünk itt minden egykori prominensnek ilyen ajándéka, úgyhogy senki sem menjen el üres kézzel. De még ha van kitartás, feltétlenül szeretném megkérdezni Metes Györgyöt is, amit már többször említettünk, hogy szólnál-e a közönséghez, hiszen Hegedűs Nórák mellett perbe fogva, ugye ahogy említettem, bemutatásokkal az Éveszi című lap főszerkesztőjeként álltál bíróság elé, és bár Hegedűs Nóri volt az, akit ott bárra vettek a bíróság folyosóján azon a diadalmas képen, amit talán a Google a mai napig az első között dob ki, hogyha Hegedűs Nórit ütjük be a keresőbe. Minden esetre ezért a másik perbe fogott régi bajtársunk, Metes György. Hát szervusztok, köszönöm mindenki. 97-ben lettem a 16. kerületi miért szervezetnek az elnöke, és ezzel megörököltem a kerületi évesztő, biztos sokan emlékeznek rá erre a névről, évesztő című szaklapot, amit mi adtunk ki, 24 ezer példányban, negyed évente. És kaptam egy cikket a Borvitól, aminek az volt a címe, hogy 1000 éves magyar állam. Keresztény magyar állam. És hát ebben sok minden le volt írva, és volt egy nagyon jellegzetes mondat, a galíciai örökmentek, ez sok mindenkinek elugorhat, ez a szó. És hát ezért minket perbe fogtak, már ő is említette, közösség elleni izgatásért, egészen a legfelső bíróságig ment az ügy. Nagyon érdekes volt az egész tárgyalás, de a legfontosabb az volt, hogy a végén felmentettek minket. Első fokon a Lóri kapott volna másfél év börtönbüntetést, én meg 600 ezer forint pénzbírságot. Hát azért 97-ben, 98-ban nem volt kevés. És végülis a legfelső bíróság fölmentett minket azzal, hogy ez a cikk nem szólt személyek ellen, és ezért nem lehetett a közösséget így behatárolni.
kihirdették az ítéletet, ott voltunk bent, nagyon sokan voltak. Le is kellett cserélni a termet, a tárgyalási termet, nagyon sokan jelentkeztek a szimpatizások közül. És a végén, mikor felmentettek minket, elénekelték, fölálltak az emberek, elénekelték a himnuszt. Tehát itt fordult elő, hogy a közönség fölállította a teljes bíróságot és a bűnvédeket, és énekelték a himnuszt. Egy valaki nem állt föl, az pedig a ügyész volt, természetesen. Be is üvöltöttek neki mindenféle, most a jelzőket nem fogom használni, de akkor se állt föl, hanem fogta magát és kiment az oldalajtón. Ezt szeretem volna érdekességképpen elmondani, ez egy nagyon meghatározó volt az én életemben is, meg a miért életében is, mert utána sok minden történik ennek kapcsán. Úgyhogy köszönöm szépen, ez volt egy olyan jelentős momentum, amit szerintem többször szóba került, és el akartam mondani. A formák is jár. Köszönjük szépen, és hát Metes György a miért 16. kerületi elnöke volt. Ki nem találnák, ma a Mi Hazánk 16. kerületi elnöke. Van itt a személyi átfedés. Kezdem úgy érzni, hogy több mint a Jobbikkal, de lehet, hogy csak ma már az olyan, amit az önéletrajzában inkább kihagy az ember. Hát ez nem a mi szégyenünk minden esetre, akármivel is vált. Minden esetre az, hogy a miértre ma már ilyen jó szívvel tudunk gondolni, az mindenképpen örömteli. És itt van még valaki, akit már említettem, de mikrofon még nem kapott. Tóth Máté energiajogászként ismert, manapság egy kitűnő szakember, vagy hát doktor Tóth Máté természetesen. A miért ifjúsági tagozat egykori vezetője, elnökségi tagja voltál, és szóvivője is, ha jól emlékszem. Így van, nagyon szépen köszönöm, és hát nagyon megtisztelő látni a régi gárdát, ha lehet így fogalmazni, hogy Napóleonnak volt az öreg gárdája, ugye most már ha hallgatva az anekdotákat, ugye kicsit ilyen multidézésbe fordul talán ez az este. Hát nekem a fiatalságomról van szó. Tehát én 10 éves voltam, amikor a mi év ifjúsági tagozatának a Kiskunfélegyházi szervezetét megalapítottuk annak idején. Nem akarok visszaélni az idejükkel, mert a terem egyik fele, ahogy látom, majd megfagy, itt a másik felében meg hát nagyon, hát ilyen nem fehér embernek való idő van. Úgyhogy én nem is multidézni szeretnék igazából, bár tényleg így a fiatalságról aztán végképpen szívesen nosztalgiázik az ember, de hogy három reflexiót szeretnék az elhangzottakhoz fűzni. Az egyik az, hogy azért bármennyire is most múltat idézünk, és egy szervezet valóban kimúlt ebben az értelemben, tehát van ennek helye, de hogy azért az a hívószó, amihez mi csatlakoztunk, és mi fiatalként is csatlakoztunk, azért az valami időtlen. Tehát a nemzet, a nemzeti érdekért való aggódása, a nemzetépítő állam, ahogy Csurka is már ugye a programot is megfogalmazta, az azt gondolom, hogy valami olyasmi, ami nem a múlt, nem egy 90-es évek elejéhez tartozó, valami meghaladott történet lenne. A nemzet az él, az egy élő lény, az egy örökké való, amihez ha valaki át tudja érezni teljes valójában, akkor csatlakozik. És pontosan ezt hallottuk meg, ezt a hívó szót, azt gondolom akkor, amikor csatlakoztunk, tehát ez csak így helyre tenni, hogy bármennyire is a konkrétumok kapcsán ugye szívesen is hallgatjuk a régi történeteket, de hogy az, ami minket a nemzeti oldalra szólított, az nyilvánvaló módon örök. Tehát ilyen módon nem épült el. A másik az, hogy azért Csurka István, én emlékszem, amikor mi a 90-es évek végén vártuk mindig a Magyar Fórumot, és olvastuk a Minden, ami van rovatot, és amiket ott leírt. Csurka István, mint politikus, mint dramaturg, mint művész, azért megtermékenyítette Magyarországot. Tehát ma már minden irányban, tehát azt gondolom, hogy Csurka István hatott, és mindannyian örökösei vagyunk. Szomorúan olvastam pont a Csurka kötetbe, hogy a halála után az irodalmi örökségért egy örökösödési per és vita indult, teljesen méltatlan. Csurka Istvánnak mi mind örökösei vagyunk. Meg már kockáztatni, hogy egész Magyarország. És nem csak azért, mert Csurka István gondolata is az volt, hogy minden magyar felelős, minden magyarért ugye Szabó Dezsőtől vive tovább a fáklyát. Nem csak azért, mert a népi gondolat ezzel talált vissza a szovjet szuronyok után ugye a közéletben is,
itt találta meg a helyét, de azért is, mert így vagy úgy, de Csurka Istvánra, a miépre, azokra a gondolatokra ma már valamilyen módon mindenki reflektál. Tehát ez ugyanúgy jelen van a külpolitikában, a kulturális gondolkodásban, tehát Csurka István abszolút messzebbre hatott annál a közegnél, akiket az ő nevével annak idején fémjeleztek. És a harmadik dolog meg, hogy nagyon sok minden abból, amit Csurka István mondott, azért ma is aktuális. Hallottuk az idézetet a Váteszi jóslatról, hogy nagyon sok minden mostanra igazolódott be, és azokból a témákból, amiket Csurka István a 93-as dolgozatával és utána a felszínre hozott, ezek a mai napig megoldatlan kérdések, vagy olyan kérdések, amik a magyarság sors kérdései. És nem csak abban látok nagyon tisztán, amikor azokról a külpolitikai hatásokról és veszélyekről írt, ahol nem csak a további élő bolsevik nomenklatúra jelentette a veszélyt, hanem a New York, ugye valami tengelyről is beszélt talán, az az amerikai befolyás és hatás, amit itt nézünk, a szomszédunkban háborút robbantott ki az amerikai érdek, és az amerikai és az orosz érdekzóna itt a szomszédunkban ütközik össze az ottani kisebbségi sorban élő magyarok feje fölött, vagy az a határon túli magyarokért való aggódás, ahol sajnos hallottuk az előtörténetét, hogy hogyan árulta el az a rendszerváltó elit fantallal, vagy az alapszerződésekkel a kárpátaljai magyarságot, egyébként minden szomszédos országban élő magyarságot, hogy a nemzetpolitikai féltés, az a mai napig egy megoldatlan probléma, ahogy fogy a magyarság. De nagyon tisztán látom, hogy a privatizáció problémáit. Én amikor kezdtem ügyvédként dolgozni, akkor pont abban a szerencsétlen helyzetben volt részem, hogy akkor voltak azok a nagy perek, azok a nagy erőmű tulajdonosok által, nemzetközi tulajdonosai voltak nyilván ezeknek a nagy magyarország erőműveknek, azok a perek, ahol Magyarországot, a magyar államot perelték. És ennek kapcsán át kellett nézni a privatizációs dokumentumokat, amiket én gyerekként olvastam, hallottam Csurka Istvántól arról, hogy milyen tékozlás volt a privatizáció, hogy adták el 3 üveg gyöngyért külföldi államoknak egyébként, és a nemzetközi pénzmagántőkének a szavatoló magyar infrastruktúrát, az ott betűről betűre azoknál a due diligence-nek nevezik ezt az átvilágítást, a peres átvilágítás, ez mind beigazolódott. Úgyhogy azok a témák, amiket Csurka István asztalra tett, ezek a mai napig aktuálisak. Úgyhogy én csak annyit akarok, nem megszakítva persze a múltidézésnek a kellemes és fontos ívét hozzáadni talán ez a ma estéhez, hogy a miév és Csurka István ezen háromoknál fogva ma is aktuális. És amikor azt halljuk, hogy Csurka Istvánnak igaza volt, ezt azért nagyon sok helyről hallani már. Ezt mondja Schiffer András, ezt leírta a Húr Gergő. Nagyon sokan mondják ezt, hogy Csurka Istvánnak igaza volt. Valóban igaza volt, és igaza is van. Úgyhogy amikor egyre többen vállalják föl így vagy úgy Csurka István örökségét, akkor mi, akik viszont tényleg az örökségét hordozzuk, mi legyünk teljesen biztosak abban, hogy azok a gondolatok és azok az értékek, illetve azok a felnyitott témák, azok valóban köteleznek minket, és emiatt a miért és Csurka István az nem volt, hanem van. Ez a jelen és ez feladatokat jelöl ki. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy köszönöm szépen Dr. Poznár Dénergőjúgát energikus hozzászólását. Igen, tovább ez a lendület és ez a csurkai örökség. Egyébként tényleg, volt egy ilyen gerilla plakátunk is, itt a 11. kerületbe kezdtük el ragasztani. Ilyen házi készítésű plakátnak tűnt, mint nem is a miért csinálta volna. Hát nem hivatalból végül is, de mi csináltuk, mi épesek. Az volt csak rájuk, hogy tulajdonképpen Csurkának igaza van. És így 3 pont. És ilyen olyan kis gagyi plakát volt, hogy mindenki azt mondta, hogy ez csak valami kiragasztott, és így elgondolkoztak rajta sok, hogy igen, rasszista, meg antiszemita, hogy mindenek mondják, minden rájuk érdekel, de... Hát azt gondolom, hogy örülök, hogy ez a gondolat így megy tovább, mert sok mindenben igaza volt, úgyhogy jár a bor természetesen az országházbora. Egy jó évjárat egyébként, 2022-es, ugye Toroszki Lászlóra nézek nekünk, ez egy jó sikerült évjárat. Nagyapám bora egyébként. Köszönöm. Egy magunkfajta borászatot választottunk, egy hozzánk közel álló borászatot. És nagyon köszönöm, hogy mindenki még kitart, mert vannak még hozzászólók. Tudom, hogy sokan besetértek itt közben, jöttek nekem az üzenetek telefonon, mert egy ilyen sátrat ide felhúztak.
ráhúztunk a bejárat elé, az iroda elé az eső ellen, de valaki már oda se férte a sátorral, tehát sokan haza kellett menjenek. Sajnálom, de aki kitart, az érezze kitüntetve magát ezáltal, és egy kis dezsávú tényleg a hősökerei sokórás nagygyűlések emlékére. De ha már említette Máté a Magyar Fórumot, a Magyar Szemmel rovatot, akkor a mai meglepetés vendégünk ugye Vasvári Erika, akit mindenképp szeretnék ide a mikrofon szólítani, a havi Magyar Fórum szerkesztőjét, illetve ígért egy néhány relikviát is, hogyha be tudjuk mutatni, akkor itt egy kis helyet szorítunk az asztalon neki, mert most valami havi Magyar Fórumon én se készültem, azt nem tudtam felmutatni. Bár azért ezt a posztert mindenképp Lórántól megkérdett meg, hogy mutassuk fel, hogy azért a Nemzetépítő Állam, bár ez a Heti Magyar Fórumnak, ez a Heti Magyar Fórumnak volt egy ilyen eklatás melléklete, ugye egy ilyen panoráma kép, az akkor még nagy dolognak számított a panoráma fénykép és a hasonlók technikailag, azok a százezres gyűlések, amit ma már legfeljebb Photoshoppal lehet előállítani. Az esetre azért irigykedve gondolunk a Facebook világa előtti időkre. Köszönöm szépen, én tényleg csak egy percet kérek. Ez most, amit itt nem fogok tudni, ez az úgynevezett Csurka István archívum, ami Szűz Zoltán gyűjteménye volt, és tőle én gondozom most már. Itt rengeteg minden van, Csurka kézzel írott levele Jean-Marie Le Pennek, Püspök úrral folytatott. Rengeteg minden, ezt most nem fogom mind elmondani. Amit mondani szeretnék, az az, hogy utána szívesen megmutogatom, nézegessünk Csurkát, hogy én az utóbbi másfél-két évben a Csurka István bibliográfiáját megcsináltam, és ez nem olyan unalmas, mint ami ennek hangzik így. Én nagyon remélem, hogy ez a könyvhétre meg fog jelenni. Ez úgy néz ki, elképesztően nagy munka volt, a Csurka rengeteget írt, talán csak Kosztolányi írt nála többet. És ez úgy fog kinézni, hogy minden egyes írásából egy nagyon rövid összefoglalást csináltam, de Csurka mondataival, tehát ez egy echte Csurka mű lesz. Mondom, remélem, hogy a könyvhétre megjelenik, és ajánlom az önök szíves figyelmébe. Ami pedig a miért történetét illeti, az megjelent, ugye, köszönöm szépen, megjelent a 10 éves miért története, tehát ott ezt el lehet olvasni. Jó, tehát csak ennyi. Itt van egészen korai Csurka, még a beszélővel írt, ugye a Csurka 86-os beszélős, a beszélő, tehát az első közéleti publikáció gyakorlatilag azok is. Itt tudom, hogy sok minden van, ezt megmutatom. Én ajánlom az önök figyelmébe, illetve még egy dolgot szeretnék azért néha, köszönöm, megemlíteni, hogy ugye volt szó arról, hogy Csurkának szobrot kellene állítani, és ezekben el is indult valami kezdeményezés. Én javaslom, hogy ezt ne felejtsük el teljesen. Itt van például egy levél, Fekete Gyula és még ketten, most nem tudom, kik írták alá, Csurkát Kossuth díjra javasolták annó, most nem is tudom, melyik évben itt van a levél. Tehát én azt gondolom, hogy annyira korszakos jelentőségű írófejedelem volt, hogy ezeket ne felejtsük el, és azért itt-ott emlegessük. Nem tudom, posztumusz lehet-e Kossuth díjat, legit nem. Hát akkor ez már nem lesz. De szobor még lehet. És akkor még egyszer ajánljam figyelmükbe. Meg lehet változtatni egy törvényt, hogy lehessen posztumuszhoz. Meg lehet változtatni egy törvényt, mondja a törvény igazgató, így van. És akkor én remélem, hogy ez a bibliográfia, amit remélem, hogy megjelenik nyára a könyvhétre, ez egy kellően alapos összefoglalása lesz Csurka összes fontosabb gondolatának, Gázától, Ukrajnáig, Kumbéláig és minden. Úgyhogy ajánlom szíves figyelmükbe. Köszönöm szépen. Köszönjük az elképesztő munkát.